Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, hello. Jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Még egy kis technikai csavar, de meg lesz. Na, itt vagyok. Most már. Nem olyan bonyi az. Cserélek na, egyet. Még egyet, jaj, ja. Hát korán reggel mindig olyan bolondos vagy. Jaj, nagymóka mester vagyok. Majdnem itt délután létre korás. Na, mi van veletek? Mióta megjött, ezt csinálja. Tényleg? 10 perce. Van men show van. Az a jó. A zsűllel, hallgatjuk. Engem az húz fel, ha jó kedvetek van, ha pörögtök, ha vidámak vagytok, és nem olyan búvanatotok, mint én. Gyerekek, nagy zuhi volt nálunk, úgyhogy szakadt az eső. Én egész éjjel vártam, bíztam benne, hogy akkor nem kell locsolni majd ma este, de egyelőre felénk csak ígérgetik ezt az esőt. Tegnap villámlott, volt ilyen száraz villámlások, nem csak a matyámban, hallod, hanem tényleg össze-vissza villámlott, vártam, mondom, elkezd majd esni, le fog majd hűlni a levegő, nem hűlt le, nem esett, hát mindegy, ez akkor felétek ment. Volt nagy zúj, volt, igen, és ilyenkor mindig én is örülök, mert tényleg ilyen tudod, ha kertesházban locsolaspara van, tehát hogy egyszerűen az ember spórol, nem akar locsolni. Meg órákat állsz kint. Szó szerint, tehát észre se veszed. Kimész, állsz a kislagoddal, locsolsz, nálam öntöző van, de engedd el, hogy... Tehát, hogy... De tudod, hogy nem fogadjuk hogy... szívesen mostanában, ahol bevándorlok, ne locsoltassák. Tudom, hogy a locsolórendszernek hívod. Locsolórendszernek hívod. Marokkói srácok. Nálam olyan locsolórendszer, mint az egyiptomi diszkó, amikor így fogja három arab, és így köröz az elemlámpával, amikor elmész búvár szafarira, akkor na, az van, jó. Hogy a szafarina három hajók, egyébként szakács, minden kezébe nyomnak egy elemlámpát, és így köröz vele, és akkor az a diszkó. Ők a világítás. Na, ilyen locsoló van nálam, három bevándorló locsol. Nem, hát van ilyen esőérzékelő, meg kijönnek ezek a fejek, és akkor kicsit locsolnak, de brutális szakadó eső ma reggel, úgyhogy megúsztam a dolgot, hál' Isten, úgyhogy ma reggelre is megvagyok, és szerintem holnap reggelre is megvagyok. Én két napot nyertem. Az ilyenkor öröm. Ilyenkor kikapcsolod az esőztetőt? Azt csinálod? Automata most mondta. Nem, oké. De miért érzékeli a nedvességet is? Hát akkor az nagyon menő. Ha persze. Most kézzed, tudod mi az esőérzékelő az esőztetőben? Mindenki, tegyen le mindent! Na. Tudod, mi az esőérzékelő? Elmondom neked, Betoys, 30 forintból építek neked egyet a te rendszeredre. Egy parafadugó, amire ha ráesik az eső, akkor a parafa az megszívja magát, és megnyom egy olyan megszakító részt, amivel nem kap áramot az esőztető. Ennyi az esőztetőben az esőérzékelő. Egy parafadugó van bent, a kerítés mellett egy ilyen kis tárolóba. Beleesik, megduzzad, és a duzzadástól megszakítja a dolgot. Ezt házilag kiszárad... nem tudok otthon csinálni? Dehogy nem. De. Feri hozna parafadugókat, amikre már nincsen szükség. Olyan de. Nincs. Ezt egyszerre kell megmutatta valaki, mondom, aztán valami nagyon high-tech rendszer, tudod, hogy esőérzékelő. Aha, mondom, na gyere meg, megkerestük a kertbe, hol van. Egy rohadmányos parafadugó van egy ilyen izébe berakva, és az duzzad meg neked. Tök jó. Tehát, hogy ennyi. De érdemes betenni, mert például elmen vagy otthon, akkor egy hétig megy úgy a locsoló, hogy közben szakad az eső, ha ez nincs benne. Tehát, de szerintem ez minden nagyon primitív rendszerben benne van, nyilván a tiédben nincs. Hát, de hogy azért is érdemes, hogy ne locsolj akkor, ha szakad az eső, és nekem ma reggel már nem indult el, és ennek úgy örülök. Ami ilyenk az manuális. Jön hozzám, Móni is meglöki a vállamat. Menjél már locsolni. Na mindegy, nálatok semmi vihar, semmi? Nem volt. Tegnap volt ez a száraz villámlás, amit a Jani mondott, ugye? És most reggel, ahogy jöttem be, akkor érdnél kezdett el szakadni az eső. Ott. De csak tőlünk jött akkor. Na, te küldted, köszi. Én küldtem, hogy essen nálatok egy kicsit, igen. Jó, az jól jön be, azért most már kezdod a pirítani a nyára, elég rendesen. Na most ez pont annyit esett ott például Érden, hogy most rásüt a nap, és meg fognak dögleni az arra jövők, olyan párás lesz. Így van, olyan párás lesz. Tehát annyit viszont nem esett. Vagy legalábbis ott az autópályán. Ott nem esett annyit, tehát a rohadt nagy pára lesz, és így fogsz ülni egész nap. Na, hát akkor. Hát, inkább így üljünk még, nem? Azt mindenkinek. Na, nagyon jó a napsütés, nagyon jó, nincs vele baj. Pont mesélték. Reggel átve... Mi van? Azért téged nem fog meg annyira. Tehát miért érdekes, hogy a fej úgy barnul, hogy a felkarja barnul, az alkarja meg nem. Hát ilyen kamionos, meg az lók ki a keze az alfából. De azt mondta, hogy a felkarom... Best of koncerteken, hogy hívják, egész alkaros, vagy hívják, nagy csuklaszorító van rajta. Igen, és akkor oda nem süt a nap, ezt viszont felkarod barnám, mint az alkar. Nem tudom, én nem csináltam semmit. Én kint voltam tegnap is a napon, kimentünk a Szabadstrandra. Igen?
Ez már önmagában már, hogy hívek válók. Velencei Szabadstrand? Gyerekek. Nem vágynék oda valahogy. Hát, aha. De vágyná. Vágynék? Egy kicsit vágynál, nagyon szépen lejt a víz. Igen. Vagy a part, vagy mi az a víz, az nem lejt, hülye vagyok. De kicsi a víz, bemész a férfi gyerekkel, hogy majd én dobálom a somát agya. Ti csak menjetek a pannával, lefekszel a vízbe, így kint a nyakad, hát és maga a csoda. Igen. Te azt nem tudod elképzelni. Egyszer a limiből behajítod a gyereket, ott hagyom. De jó messzire, hogy na ússzál vissza, fiam, apa addig nézelődik. Hát, hétfő délután. Az a nád, az a sás. Miért nem dolgoznak? Hát, ne dolgozzanak. Dolgozzanak. Hol vannak ezek? Nem tudom, dolgozzanak a kísérőik, a párjaik. De, hát, az maga a csoda. Komolyan? Ó, gyönyörű. Na gyönyörű, jó, a hát part. Gyönyörű, gyönyörű a part. Nádas, az állatok. Az a domba, a velencei dombokat, te. Miért nem mennek férjhez? Miért nem szülnek három gyereket? Miért nem hívnak el? Majd mennek! Majd elhívnak! Miért nem boldogtalanok? Miért ilyen fiatalok? Miért ilyen hamvasak? Most még hadd legyen nekünk egy. Szóval jó a velencei nádas? Gyönyörű a nádas. Gyönyörű a nádas? Főleg a két ilyen jellegzetes pup, tudod? Igen. Ó, te. Ja, a velencei dombhát. A két dombot. A dombhát. És fiatal kis kacsák együtt, vagy csak külön az anyakacsák és a gyerekkacsák, vagy sok kis gyerekkacsa együtt, már ilyen is hát serdülő már kacsa. Serdülő kacsák már együtt. Gyerekkacsára. 4-es-6-os folyóban. Van, így van. Így sok, van, sok ilyen öreg gácsér van kint ott a parton, mint te. Sok, de jöhetnek. Néhány, hogy ott a szárcsákat terelges. El, még ki tudunk mi is feküdni magunknak ott egy domba, vagy egy ilyen izé. Nem volt, hogy az egyikre ráloptad a somát véletlenül? Jaj, bocsánat, ne arra, leveszem a somát, és akkor kicsit így jobban megnézted azt a fiatal kacsát, hogy... Nem, ezen gondolkodtam, hogy ez most perverz, hogy ott nézelődsz. Az nem, az bele kell férjön egy férfi életében. Igen, ha én akkor nem. Akkor én perverz vagyok. Jó, hogy az perverz? Hogy ki milyen nyilván azért viszi a gyerekkel. Perverz. Nem, ugye? Attól függ, hogy eszközként felhasználod a gyereket. Ha nem használod fel, az nem. Az perverz. Tehát, ha felhasználod, az jó felség. Perverz, ha nem használod a gyereket eszköznek, igen. Ha, tehát, ha nagyon mondom neki, hogy soma, oda ússzál. Oda ússzál, oda matrac... menjél, nem érted, ne a nádasba. Ússzál a matrac alatt, és kezd el nyomkodni fölfele, majd oda megyek, kimentelek. És ekközben... Kis család még... bement a nádasba, hát elúszott, más dolgunk volt. Közben eleve elküldtek a tecsókba, bement a sárba. Vegyetek meg valamit, itt a pénz. Igen. Vegyetek sósat, meg egy kakaót, a délmények sumával a velencei tóban. Figyelj, vállalkozást kell rá nyitni, érted, hogy van mit tudom én érteni, Szotymagos Rezső, meg mit tudom én, Perecs Peti, meg Fánkos Titus. Érted, neked meg mit tudom, Olajos Feri, vagy Napteljes Feri, vagy nem tudom valamit. És akkor kimész a strandra, és mész körbe. Szerintem ők sose fogják megérteni, hogy ez nem. Nekünk mennyire jó és mekkora szenvedés. Tehát ezt sose fogják megérteni. Ez olyan, mintha egy nőt beküldenél 100 mesztelen pali közé, szerintem akkor se csinálnák. Nem, belőlük ez valahogy nem váltja ki ugyanezt. Nem? Hát nem tudom, de ugyanakkor meg, ha ilyen témáról beszélünk, emlékezzetek, mindig jön SMS a nőktől, ugyanúgy megnézik a feneküket a férfiaknak, ugyanúgy. De van, aki ki is kéri magának, olyan is van azért. Persze, már megint erről beszéltek, nem szégyellitek magatokat, nem kezelitek a nőket. Gondol a férjére közben, miközben nekünk ír? Nem, gyönyörű, szóval... gyönyörű műtárgyként kezeljük. Ne sajnáljátok ezt tőlünk, nekünk már csak ez maradt. Szóval jó volt a velencei, nyitott strand, vagy mi ez? Hát figyelj, lehet, hogy átszokunk. Igen, hétvégén, heringezés van, tehát hogy ott egy talpalatnyi hely nincs, de ilyenkor hétvégén. Hétvégén látok, mindig van valami vendégsereg, az nem? Az ne is azért jobb meglépni, nem? Reggel megfogod, azt ellépsz. Egyetek csak ott van a hűtőben, megtaláljátok a piát, szevasztok, majd jövünk a somával. Élősködtök hónapok óta. Szóval ilyenben kéne gondolkozunk, hogy kimegyünk egy-egy flakon naptejjel, és akkor ingyen kenés. Uh-huh. Szerinted jó menne a bolt? Hát szerintem igen. És mit emel, hogy a NTS is örüljön, akkor vinnétek ilyen izét, ilyen nejlok és kőkesztőket, tudod, hogy hozzá se értem. De mindig első a barátját kenve. Ja, tényleg. Ja. Hát, hogy akkor van nyugi. De akinek ott a barátja, azt be tudja kenni a barátja. Ja. Nem? Hát te csak segítesz. Te csak felajánlod. Persze. Igen, csak arra figyelj, hogy a barátját is rendesen, alaposan, tényleg úgy, de ne az legyen, hogy izéte. Ne nézzük, csak isz! Már az átlátszó. Messzőn ráfújsz valamit. Hanem akkor mindenkit alaposan. Igen. Na, majd egyszer megnézzük ezt a dolgot.
Helyes. Lányokat elküldjük, van jó bolt a közelben. Van jó kínai bolt, vegyenek valami ruhát addig. Láttátok a selfie tegnap? Néztétek? Belenéztetek? Nem? Picit félek tőle. Már olyan tekintetben, hogy vagy azért, tehát úgy van beállítva, mint hogyha ez egy teljesen spontán dolog lenne, nekem egy picit azért írószaga van a dolognak. Ja, hogy megírják a igen. De láttad? Csak ahogy hívják okat, csak a promókat. Csak a promókat. Nálunk azért meg az derült ki, amikor a kisgyerek bejön, és akkor hogy hívják. Kicsit a szájába adott szövegeket, hogy ledarálja. Aha. Hát nekem nem tudom. Nekünk nincs RTL2-nk, mert ez ott megy, ugye RTL2. RTL2 volt. Én az óriás plakátokat láttam, meg akartalak már kérdezni, mert állítólag te ott dolgozol még mindig, bár nagyon régóta nem láttunk televízió műsorban, de mindegy. Na majd csak figyelj. Tényleg, meg úgy majd most odapirítok. Megmondom, ki az úraháznál, megmutatom össze. Én azt az óriás plakát... Ki az ukázt érted. Add meg nekünk az irányjelzőt. Most kiéheztetem a népet, de majd szeptembertől okítom. Tess meg merre, meddig hány végtelé. Hadd varázdálkodjanak. Szeptembertől elkerülnek az erőviszonyok abba. Na én a Völgyesi Gabiról láttam, a Unique énekes nője, meg az ő férje van benne, aki szintén a Unique-ban van, láttam egy óriás plakátot, és ott egy olyan mondat volt a Gabi szájába adva ezen a plakáton, amit ő szerintem nem mond, hogy vidd már, pedig csak azt kértem, hogy fogd már meg a kezem, valami ilyesmi van. Olyan érdekes, de ha ez kijön a műsorban, hogy ő valóban ilyen, és nem csak egy kedves énekes nő, akkor az tök jó. Igen. Te láttad? Én néztem, igen, én belenéztem, mert kíváncsi voltam magára a műfajra is, meg hogy milyen, én fogom szeretni. Én kedvelem, hogy nem ez a mézes mázas sztori, mert ugye az összes reality azért sokszor ilyen jó csajok, jó pasik, és akkor ott nem tudom, mit csinálnak. De hogy ez ilyen nagyon életszagú. Tehát, hogyha párkapcsolati válság van, akkor azt mutatják, a több párnak sem működik a párkapcsolata, ha valaki bagányos, akkor azt mutatják. Tehát a Puzsért én eleve nagyon kedvelem, és nagyon szórakoztató. Ahogy tegnap a Hajdúperenő ott szenvedett, és kiborult, és remegett a kezem, amikor ment be a bíróságra. Ott elhiszem, hogy nem megírt egyébként a Puzsérnál. De akkor nem láttál, vagy nem hallottál ilyen nem kompatibilis mondatokat, mint amit Feri mondott itt a Völgyesi Gabi, és amit Ada azt mondta, hogy gyilkos peronoszpor, amit tettél a szőlőmmel, vagy ilyesmi. Nem volt ilyen. Például a Völgyeségnek pont válságban van a kapcsolatuk, és az arról szól az ő 3 hónapjuk, vagy 2 hónap, amik forgatják, hogy tudják megoldani az ő kapcsolatukat, hogy gyerek van, válság van, és hát szenvednek, és hát nem tudják megoldani, vagy nem megy nekik. Úgyhogy érdekes. És tényleg szelfizet, tehát tényleg saját, nem saját magad rögzíted. A saját magad rögzíted, de ez a lényeg az egésznek. Tehát, vagy lerakod egy fix helyre, vagy amikor mész, akkor fogod a kezedben. Igen. Lehetsz úgy őszinte, hogy tudod, hogy... Egy idő után igen. Elfelejtett, hogy ott egy a idő, kamera egy idő még után... akkor is, ha ugye neked kell rá figyelni. Egy idő után igen, meg voltak nagyon őszinte pillanatok benne. Én kedveltem, én bírom az új műfajt mindig egy kicsit, és ez ilyet még nem nagyon néztem, vagy nem nagyon láttam. Akkor nem ilyen EMB-s, ilyen éjjel-nappal Budapesten? Nem, teljesen más. Nem, hát ott azért tényleg egy nagyon-nagyon durván megírt forgatókönyv szerint mennek, amit improvizálva adnak elő ugyan, de ott klasszik forgatókönyv, történet száll, tehát ott van történetvezetés itt, minden a szereplőkön. Megismered a szereplőket, azért érdekes, hogy ki tud-e bújni abból. Én azért pont azért osztom a Völgyesi Gabit, akit ott áll. Na, ő tök más például, mint a Jurikban van. Ugye? Ő nagyon és más. És van egy képed róla, hogy aranyosan ott énekel, mond 2 jót, és akkor megy tovább a buli. És ha ilyen kijön, és pont a plakát azért volt zseniális, én azért kattantam rá egy kicsit, csak mondom, nálunk nincs ilyen menő csatorna, hogy RTL. Nincs egy csatornát? Semmi. De hol, mi? Junosz tévétek van? Van egy jó Junosz, tehát lent vagyunk Velenciát. Ja, jó, hát az egy nyaraló, hát az más. Egyes, kettes, hármas. És egy régi vokot alakítottál műholdvevőszer. Egyébként igen. És kik vannak még benne? Van a Puzsér, van a Unikék. Én egy csomó mindenkit nem ismertem. Van egy pár, akik Kínába akarnak elmenni, azt hiszem ők lehet, hogy egy ilyen nappalos szereplő. Nem, valakit én nem tudtam beazonosítani azonnal, de voltak részek, amiket kedveltem igazából. Meg a Fridinek a Gyurcsányos műsorát néztem. Na, hát az rettenetes. Na, és tényleg annyira Alekoszos? Ugye, hogy Alek? Kicsit Alek egyébként, na, igen. Értelmesebb. Illetve nem is azt mondom, hogy értelmesebb, mert az Alek se hülye. Hanem, hogy azért, hát nyilván azért, tehát, hogy azért csak volt a miniszterelnök. Én ebben biztam azért egy picit. Miniszterelnök volt, de jó volt. Az egyik legjobb műsor most a Fridi műsora szerintem a piacon, ami van. Nagyon szeretem ezeket a beszélgetés műsorokat. Jó egyébként. Hát,
Freddy mindig jól csinált ezt, a szedjük ki a delikvensből azt, igen, amit ki akarunk belőle szedni. Szerintem ebben ő jó. Nekem egy kicsit inger szegény, hogy ott üdögélnek. Ez az a műsor, amit így leülsz, és így úgy figyelsz, hogy miről beszélnek, és hallgatod. Tehát, hogy pont azért jó, hogy inger szegény, mert szerintem már nem ehhez vagy szokva. Tehát a televízió is nagyon erős impulzust kell, hogy agyod lekössön. És itt semmi nincs, csak két ember beszélget. És arra tudsz figyelni. Viszont nem klasszik stúdió körülmény, viszont nem is felszínes. Úgyhogy jó. Meg jó volt a Gyurcsány, szórakoztató volt szerintem. Hát a velencei Szabadsághoz képest. Ahhoz képest ingerszegény. Ebben a Mella Friderikus ahogy hallom, ahhoz képest most egy Tutti Frutti magazin is ingerszegény. Na mindegy. Úgyhogy van. De ez jól hangzik. Figyelj, arra szeretném megkérni, hogy tedd már meg légy, hogy hazaviszed azt a kabátot a székedről, mert ránézek és leizzadok. Tényleg van kabát a székem? Igen, mert az van, csak annyira megszoktad, hogy azt hiszed, hogy húzat. De nem, az a te kabátod. Ott van egy kabát a székemen. Igen, és ráadásul egy prém galléros, tehát viszonylag mondhatom, elég régóta itt lett. Kéliesebb darab. És amikor reggelenként bejövök és ránézek, és meglátom azt a prém gallért, egyrészt eszembe jut róla a Delta, ahogy ott mennek a hómezőn, ott szaplatnak egymáson. Az azért van itt bennetek, hogy az elmúlása figyelmeztessen titeket. Aha. Igen? Most nyár van, de jön a tél, úgyhogy becsüljétek meg, hogy nyár van, hogy meleg, örüljetek neki, ne utáljátok a meleget. Ránézel az én téli kabátomra, jó, az nem is tudom, miért maradt itt. Én is tudom. Eszedbe jut, hogy még lesz hideg. És akkor jobb kedved lesz, hogy de jó, most meg nyár van, köszi Bali. Minden reggel kapsz egy ilyen kis virtuális üzenetbombont, hogy így ránézés, azt mondom, az elmúlás, a hideg, a tél jut eszedbe az én téli kabátomra. Kinézze az ablakon, ha még a hideg jutna az eszembe róla, én örülnék, igen, akkor egy picit igen, a pótonál lékom itt, de hogy ránézek, és elkezd róla szakadni a víz. Ez még nem tűnt fel, hogy az értekezleteken az első két perc után elkezd folyni hátul a hátadon a veríték. Én hónapok óta nem is annyira tudod, van olyan az óra, mint a szemem, amit megszokok, már nem látom. Tehát, hogy olyan, mint az illat, hogy az új illatokat érzem csak. Már nem láttam, hogy ott van kabát. Beleültem, ráültem, most, hogy mondod, most megnézem. Már nem veszem észre a kabátot. Aha. Tehát már a rezgéseid nem látja a szemem, nem fogom fel, hogy ott kabát van. Értekezeteken is simán neki dőlök. Van menne pénz? Már nincs. Kizsebeltél? Hát mi átnéztem a biztonság kedvéért. Nehogy baliára. Nehogy esetleg legyen benne valami befizetetlen csekk, mert akkor beszaladok vele a postára. Na azt gondolom, hogy igen, beszaladtál volna. Letöltöttem egyébként tegnap az iChecket erről, vagy iChecket, mindegy, hogy így írják, hogy iCheck. Mondja mindenki, úgy, hogy akarja, mert a csekk az magyarul van, az e-mail nyilván. Minden nem érdekes, letöltöttem ezt az applikációt, és tényleg praktis, ahogy a művelt német mondja, tehát, hogy érdemes rá kacsintania erre az alkalmazásra azoknak, akiknek van okostelefonjuk, és mondjuk otthonról szeretnék feladni például a csekkeiket. Ettől nem fognak kevesebb fát kivágni, mert ugyanúgy megkapod a papírt, de legalább nem kell a postán sorba állod, hogy valakinek ez derogál. Micsoda modernizáció, nézd meg, leszokott a postára járásról. iChecket használ. iCheck, hát mi lesz így? Mi lesz így veled? Hát nem tudom, talán felzárkozott a, vagy mit tudom, 1999-hez, vagy ilyesmi. Az menő, én is letöltöttem tegnap, de még nem kezdtem el használni. Jó. Jelenleg jó? Már feltöltöttem a gyerek kártyáját. Abból láttam, hogy feltöltöttem, hogy kaptam róla visszajelzést. A rendszertől, mert a gyerek ugye nem köszönte meg. És jött az SMS, hogy lefelte kártya feltöltés. Igen, hogy ez megtörtént. A gyerektől nem kapok visszajelzéseket. Megnéztem tegnap ezt a Vainglory Pines nevezetű sorozatnak a már első részét, ígéretesnek tűnik gyerekek. Jó, ez nézhető, kicsit Twin Peaks, ez a Night Shyamalan, Shyamalan. Ja, az a Shyamalan. Night Shyamalan, Shyamalan egy jó filmje volt a nyolc közül, a többi értékelhetetlen, ő a producere egyébként, és a Matt Dillon játszik benne, nem a Matt Damon, hanem a Matt Dillon. Aha. És úgy egészen jónak tűnik. Most már végigverekedtem magam az első részen, egy 3-3,5 hét után, úgyhogy egy kicsit Twin Peaks-es. Meséltem, egy városról szól, amiből egy pali nem tud kimenni. Kimegy, és a következő tábla, hogy újra visszaérsz. Itt. És mindenki fura a városban. Röghöz kötött, ezt így mondja. De igen, de egyébként tényleg egészen jó. Vainglory Pines, így keresetek rá. Már lement belőle 3 vagy 4 rész. Igen, nem rossz. És a Fox tényleg, amit te is mondtál, real time-ba adja, ami megdöbbentő. Hogy ez már ott tartunk a sorozatban. Régen fél évet kellett válni, ezt 3 hónapot, most már egy az egyben megy a sorozat, és a negyedik résznél tart egy magyar mozi csatorna. Többenetes. És a legtöbb kábeltörés csomagból ugye benne van egy az egyben, tehát nem kell a letöltögetéssel bibelődni, vagy ilyesmi. Én most egy nagyon jó kis történelmi kosztümű sorozatra kattantam rá, marha jó egyébként, az a cím, hogy Texas Rising. Azt hittem, ez Kossuth
kifli. Halljátok, képzétek el, Kossuth kifli címmel, látta, ne? Texas Rising a címe, ez a texasi mexikói háborúról szól, és nagyon jó egyébként, az, hogy top színészekkel van telerakva, epizódonként másfél órás minisorozat, és aki szereti ezt az időszakot, meg az amerikai történelmet, akkor az nyugodtan repüljön rá, marha igényes. Tényleg teljesen rendben van. Megdöbbentő, hogy na jó, hát egy hát ott van pénz. Veri a Kossuth kiflit? Ott is volt pénz, hát, csak mondom. Ha a Janita Patriotát kérdezed, akkor nem. Akkor jó. Janita tévénézőt? Uh-huh. Mindegy, de úgyis, ahogy hívják, megmondta a rendező, hogy nem a nézettség volt a fontos ebből a szempontból, hanem maga a projekt, az ügy. Hogy állunk játékkal? Nagyon jól. Jó, akkor aki tudja a dolgát, az tudja a dolgát, aki játszana velünk, az jelentkezzen. Jó, az SMS számunkat tudjátok, írjatok nekünk, kinek milyen a reggele, ki mit lát közlekedési szempontból, ha lehet így mondani, mi van az utakon. Lehet. Aki játszana, az is írjon, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 órákos. Köszönjük szépen. Köszönjük. Trafiznak Csorna belterületén a János Somorja felé igyekvőket fotózzák. Egy fehér Seatból Taki mi küldte nekünk. Köszönjük szépen, Taki. M6-os Budapest felé mérik a haladókat. Az alagutak után Boti küldte. Ez az ÖMV út után van. És a 81-es úton a 40-es kilométernél KPM aktív. Kamionos kollégáknak az info. Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. További szép napot. Írta még Jani. Na, ez az ellenőr, hát ez komolyan mondom, nem is értem az ilyet, de tényleg. Tehát, és hogy mindig van ilyen eset. De tehát, mindig vannak ellenőri túlkapások, és hogy még mindig nem tudják őket megszűrni, hogy valamennyire normális embereket vegyenek föl. Tehát mi az, hogy valaki felrúg egy nőt, nem? Mert nincsen jegye, és a nő megijed, menekül, arrébb lép, siet, nem hallja. Erre ez a barom állat, ez belerúg egyet, úgyhogy a nő csúszik 3 métert a betonon. Hát normális az ilyen? Kiket vesznek föl ellenőrnek? Hát az szörnyű agresszívek. Egy minimális intelligencia teszt, vagy valami? Félbolond, félagresszív, igazi elmebeteg, őrjöngő hülyék mennek ellenőrnek? Csak nincsenek normális ellenőrök? Biztos van normális is, de szerintem nagy vizsgálat nincs. Tehát... És gondolod, de felrúgja a feleségedet, vagy a barátnődet, akkor vagy az anyádat. Utoljára. Nem? Tehát gondold el, hát milyen országban van... élünk, hogy belédrunk, mit gondolnak ezek az ellenőrök magukról? De nem milyen? Hihetetlen. Megvan ebbe egyébként annyi nekik. Egyrészt ugye az állásod kockáztatja vele, másrészt pedig persze én nem vagyok a blitzelőknek a pártján semmiképpen sem, mert aki érted, minél több a blitzelő, annál inkább meglátszik azoknak az embereknek a költségein, akik mondjuk megveszik a jegyeket, megveszik a bérleteket, mert ugye ez beépíti ezt a hiányt a társaság. De nincs szerintem annyi benne, hogy most ott elkezdjenek brusztani. Meg nem teheti igen, meg, nem nincs benne, ha lenne benne, annyi se rúghatna beléd, igen. Tehát, hogy semmi körül között, nem? Elképesztő. Elképesztő, tényleg. Na jó, játszunk, nézzük meg, hogy ki a játékosunk, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Ági! Igen, Ági vagyok. Ági tanítónéni. Jászberényből. Ági, hello! Mit írtál nekünk? Hát, az, hogy szerintem hiányzik egy csaj a műsorból. Ez igaz. Szeretnék veletek randizni reggel 7 előtt. Nagyon jó, randizunk. Kivel szeretnél akkor egészen pontosan? Hát most Balázs szeretném kérni. Egy jó tanítónéni féle elfenekelés. Jó is az. Jó is az. Jó játékos vagy, Ági? Hát... Kiderül. Majd meglátjuk. Jól van. Jani? 3-2-1 fejőr! Na itt vagyok, Ági. Mit tanítasz? Én alsós vagyok, első osztályban dolgozom. Aha, ez azt jelenti, hogy 1-től 4-ig viszed őket végig, ugye? Így van. Tehát a tanítónéni a mindenes az első 4-5 évben. Többnyire minden. Hát még erre is emlékszem. Tanítunk. Kérdezhetek? Szeretnél? Vettél már autót? Gondolkozom, hogy mi legyen, még nincs meg. Mire vár? Tapsra! Ja. Baj van a színnek? Tessék. Nincs megfelelő színű autó? A szín kevésbé számít, már úgy néz ki, hogy megvan a jelölt, csak még ilyen átírási problémák vannak, meg minden egyéb, amivel kicsit itt szenvedni kell. Na.
Neked van autód? Világos színekhez. Neked van autód? Persze. A mi autónk zöld. Egy Suzuki, tényleg? Tényleg. Én szeretem. Egy kicsit már tínédzserkorban van. Megvagy. Megvagy. Ági, megvagy. Nagyon jó vagy. Tanítani behúzta. Hát lassan vagy, meg de megvagy. Nem életünk játékkal, de ügyes vagy. Ügyes vagy. Megfontoltál szépen. Ügyesen játszottál. Én kevésbé. Én picit azt hittem az elején, hogy el akarsz adni Balázsnak egy autót. Tehát, hogy lehet, hogy el akar, csak nem jutottak el odáig az zöld Suzukit. Igen, még szerettem volna pedig mást is mondani nektek. Egyet mi tehetek? Mondj gyorsan. Hogy üdvözöljem a férjemet, horgászni van két napra. Wow. Üzenem neki, hogy puszilom, sok halat fogjon. Már jönnek haza. Reméljük tényleg ott van. Köszönöm. Két napra. Jó. Oké, köszi, ciao, puszi. Ügyes vagy. Sziasztok. Hello. De aranyos volt. Igen. Mert figyelj, kell a nyugodtság azért pedagógusnak. Ott a sok zajomú gyerek. Mindenképpen. És ráadásul oda figyel a műsorra. Ez is nagyon szimpatikus. Igen. Jó, hát lassú játék volt, de megérnem át. De akkor meg lesz az autó. Csak most vannak még ugye ezek az átütési problémák. Igen, átütési problémák. 7 óra lesz, 5 perc múlva jövünk mindjárt a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani, hello. Sziasztok, jó reggel. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Kedvan. Hogy vagytok, jól? Hogy vagytok, sehogy? Mi van veletek, semmi? Srácok. Ne nézzél rám, nem én mondom ezt. Ez most én voltam. Igen. Évek óta nem Feri, veszem a kellett volna dobni, de... De nekem ezért nem kell dobnom. Évek óta, maradjál már. Hát de tényleg. Most nem mondtad 2-3 hete maximum, mint tudom elképzelni ezt. Ha évek óta nem mondtam, ez körülbelül 2 hete nem mondtad. Úgyhogy mi nem hallottuk, de hát azért te még mész egy próbó más helyre, azért ezt még simán elsüthetem. Megyek, mert mi van veled? Mi van veletek? Semmi, hogy vagytok sehogy? Ez azért van, mert nagyon lefoglalja a kapacitását az, hogy ugye koncentrálj, hogy kakiláson kapják. Igen, mert az egy százas. Én figyelek egyébként, figyelek. Mindenki... Biztos őr volt. Előttem ment be. Úgyhogy gyorsan ki is menekültem. Kijöttem. Úgyhogy most nem, ártatlan. Ártatlan? Bírór ártatlan. Nem én voltam. Köszönöm szépen a védelmet. Meg kell, hogy vigyem. És ebből a szempontból szűz vagy, igen. Meg kell, hogy vigyem, ártatlan. Na, azt mondja, hogy ennek a számnak légy szíves, mondjátok be a címét. Köszi, üdv, Zozi. Már amelyik most lement? Ez a featuring. Featuring, don't worry. Így van, featuring. Csinált, és a don't worry a dal címe. Featuring nem kevés jogdíjat kap. Gyerekek, featuring mindenhol ott van. Az a durva, hogy mindenkivel duóban énekel, színre lép. Nagyon jó. Népszerű, mint Pitbull. Fölvennéd a featuring nevet? A featuring? Jogdíj miatt? Igen, így van. Vadon featuring János. Igen. Nekem tetszene egyébként. Na. Na, nézzük a közlekedési híreket. M1-esen Pest felé, az a 91-es kilométer előtt egy kamion az Áróba leállósáv, lezárva Z küldte nekünk. Ettől a zenétől már is jobb a reggelem. Köszi. Monor belterületén trafiznak, Pest felé Bönyő küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy a Pákozdi pihenőben a WC mellől mérnek éberék. Endre a pénzszállító és a 10-es út csak úgy, mint minden reggel teljesen. Halott Pilisvörösvár, Madaras 40 perc. Gyerekek, úristen! Madaras, az egy Bermuda háromszög. Hát, hihetetlen. Igen. De bár csak eltűnnének az autók, mert aki arra megy, az gyorsabban beérne. De nem tűnnek el, ott vannak. De ő se érhetne be gyorsan, hiszen akkor ő akkor is eltűnne, eltűn. Igen. Átadják nem sokára a körforgalmat. Kitartás Csolnabert területén trafiznak, és az M6-oson is mérnek Budapest felé. Azt mondja, hogy... Szegedi lévén sajnos szemtanúja voltam ellenőri túlkapásoknak. A trolliról szállították le azt az 50 év körüli nőt, akit a két ellenőr aztán üldözőbe vett. A nő futva menekült. Ilyen ellenőrökből egyébként nem egy dolgozik Szegeden. Írja nekünk egy hallgató, ugye, mert hogy beszéltünk az ellenőri túlkapásokról. Nem azért, hogy védjem a balfék ellenőröket, de egyszer beszélgessetek a pofátlan potyázókról is, egy buszos küldte ezt nekünk. Beszélgettünk már sokat arról is, Jani most is elmondta a véleményét ezzel kapcsolatosan, még egyszer elmondjuk, hogy akkor se rúghatsz meg embereket, és nem verheted meg, ha nincs jegye. Akkor se. Van más módszerre. De ellenőrnek tényleg az megy, aki teljesen ostoba? Nem, szerintem nem lehet általánosítani. De hogy van az, hogy azért most, tehát mindig hallasz ilyen ellenőri túlkapásokat, falhoz szorítják, megverik, megrángatják, felrúgják,
belerúgják. Milyen identitás tudatuk van ezeknek az ellenőröknek? Ezek mit gondolnak magukról? De tényleg, hogy ők most felvették ezt a rohadt karszalagot, és mindenhatókká váltak, és azt csinálnak, amit akarnak. Tudod, ez amikor a kis ember, a buta ember hatalmat kap, és ami őriz valahol egy portát, egy sorompor. Ide nem jössz be. Álljunk meg. Na, mutassuk azt az igazolványt. Nem, csak száz. Na, nézzük ez azt a múlt héten lejárt. És tudod, ábent két autó, üres a parkoló, és 10 percig vagy vizsgáztatva, vagy bemehetsz-e beállni egy üres helyre. Tehát, hogy én értem, csak valószínűleg ez a pszichológiája, hogy egy viszonylag egyszerű agyi képességekkel megáldott ember, mert azért hát mondjuk meg őszintén, szóval most azzal nem tudtok nagyon vitatkozni, hogy ellenőrnek nem mindig a legokosabb. Nem, sajnos. Vannak kivételek, vannak normális ellenőrök, de nem. Hatalmat kap, fölveszi az egyenruhát, a karszalagot, vagy nem tudom, civilbe mennek, és innentől kezdve a tényleg, amikor a buta ember hatalmat kap. Tehát ilyen nincs, hogy valakit te fölrugsz. Hát és a hatalommal ilyen, való. Belerugsz egy nőbe, de pasiba se, gyerekbe se, senkibe. Tehát ezt nem teheted meg. Na most egy picit hadd védjem őket. Az jó, hozzátok a másik oldalt, nem baj. Sőt. Először is védem egy kicsit a céget, mert hogy amikor ők azért felmérik a különböző képességeket, akkor nyilván ők a legjobb formájával találkoznak az emberrel, aki ilyenkor disztingvált kultúrát, nem jönnek elő ezek a jellemvonásai. Ez az egyik. A másik meg az, hogy azért az ellenőrök rengeteg kellemetlen szituációba keverednek nap mint nap, hát és ez alatt a rendszeres kánnyázást, amikor elküldik őket a jó édesanyjukba, meg az IF. Meg a hasonló helyekre, és hát nyilván ezek nem olyan szituációk, amiket nagyon lehetne generálni akkor, amikor fölveszik őket, tehát nem lehet nagyon tesztelni a tűrőképességüket, és hát mindenkinél máskor és máskor szakad el a célnak. Na jó, de ettől függetlenül, még egyszer hangsúlyozom, még mielőtt bárki megírná, abszolút osztom azt, amit a Feri is mondott, ez mind a hármunk véleménye, hogy nem lehet a tetlegességig fajulni, vagy nem fajulhat egyetlen a tetlegességig, egyetlen ilyen szituáció sem. Azért jó az, amit te mondasz, hogy megkapod a karszalagot és hatalmat kapsz, úgyis amikor ilyen történik, akkor pont azt érzi az ellenőr, hogy nálam a hatalom, és valaki ellen szegül. Igen. Tehát ennek a hölgynek, igen, akit most megrúdostak, hiszem nem volt jegye vagy bérlete, vagy nem tudom mi történt pontosan, de ugye volt megakadás, volt a hatalom rendszerébe. És akkor mit csinál a kis ember, akinek hatalma van, nem tud kezelni, ütsz. Mit csinál, fölrúgod a nőt. Fölrúgod a nőt, és ezt többen végignézik. Nem tudom, hogy segítettek-e ennek a nőnek, vagy valaki oda ment-e, vagy leállította ezt a barmot, hogy figyelj, állíts már, nem van a normális, ha belerugsz egy nőbe, hát hülye vagy? Hát ez ilyet látna az ember, nem? Hát ez azért nehéz lenne megállni, hogy ne csináljál valamit, ez egy elképesztő, mint a közterületesek, hát azért ők is, amiket csinálnak, hát fél évvel ezelőtt valakit ott felszorítottak hárman a falra, a Blahánál, vagy nem tudom, ütlegelni kezdték, mert a gyereknek nem volt jegye. Én értem, és a blicceli oldalt is megértem. Ti, akik BKV-ztok, mehettek azzal, hogy mondhatjátok, hogy persze sok a blicelő, meg ne blicceljenek, tehát hogy megvan ennek mindkét oldala. De hát akkor sem megoldás, hogy ezt csinálják, hogy belerúgnak egy nőbe, vagy fölrúgdossák az embereket. Hát azért ez... Tehát ez az agresszivitás, én nem tudom, hogy miből jó, nyilván most itt lehetne megfejteni dolgokat, meg lehetne egy ilyen szocióvonalra elvinni ezt az egész témát, hogy vajon mitől ilyen feszültek és agresszívek az emberek, de azért vagyok őszintén, hogy ez élet minden területén találkozol ezekkel a szitukkal. Nemrégében ugye taxisok küldöztek egy fitness csajt, és leszorították az úton. Ott is valaki hazudott, tehát hogy jellemzően úgy szokott lenni, hogy ezekben az esetben valaki nem mond igazat. És az érdekes, hogy ugye nyilván ő tudja is, hogy nem mond igazat. De hogy az agresszivitás, az mindenhol ott van. Ott van egy piros lámpánál, amikor zöldre vált, és nem indul el, és már dudál, már száll ki. Igen, csak én azt jobban elfogadom, illetve azt sem fogadom, mert az agresszivitásnak semmi megnyilván sem nem fogadja el az ember, de ha két ember melege van, kiszáll, és hülyére veri egymást, az az ő dolguk, verekedjenek. De egy olyan ember, aki kapott hatalmat, és képvisel egy szervezetet, és neki az a dolga, hogy ellenőrizi a jegyemet, az nekem nem rúghat föl. Tehát egész egyszerűen nem teheti meg. Tehát azt most két ember egymásnak veszül a piros lámpánál. Persze, agresszió mindig is volt, mindig is van. Az két azonos kategória. Ez két azonos kategória, két autós. Itt meg egy elméletileg egy rendvédelmi, nyilván ezt most idézőjelben mondom, az ellenőr, meg egy olyan ember, aki használja a szolgáltatást. Van, ellenőrök nem verekednek ellenőrökkel. Vagy legalább ritkán van, hogy ellenőrökkel, taxisok. Nem, azt lehet hallani. Az van, taxis, a taxisok a legkorrektebben. Ők verekednek egymással. Hát jó, hát utast is mondjuk volt már olyan, nem mindenki, de hallottunk ilyet is. Nem tudom, mit csinálnék, ha ilyet látnék, komolyan. Hát nyilván oda mész, meg próbálsz szólni. Az is érdekes, hogy senki nem ment oda?
Azt nem tudom, hogy mi volt ennél a szegedi esetnél, hogy valaki oda ment-e és álcsúcson vágta-e. Az ellenőr, az ellenőr, hogy megérdemelte volna. Szoktatok szólni egyébként, hogyha ilyesmit láttok? Én az utóbbi években nem nagyon láttam ilyet. Vagy láttatok ilyet? Nem volt ilyen, hogy ott felrúgjon egy ellenőr vagy verekedés, tehát hogy nagyon nem kerültem ilyen helyzetben. Az agresszivitás bármilyen szintjén szoktatok szólni, hogy bármilyen formájában? Persze. Például, tudom, most nekünk volt egy konkrét ilyen eset, hogy azt láttuk egy áruházba, hogy két kisgyerek bunyózott, testvérek voltak, és hát az egyik kisfiú, másik kislány volt. És hát látsz, még beleinte szórakoztatott is, mert egy ilyen ez a cica box ment, így összekapaszkodtak a kezükkel, és igen, ám csak amikor abba hagyta a kislány, kisfiú megállt a kislány mögött, és ököllelkét olyat belevert a hátába a kislánynak, hogy nekem fájt, és oda is szóltunk, ketten voltunk Honival, rögtön oda is szóltunk, engem nem foglalkoztatott azt, hogy hallják a szülei vagy sem, vagy hogy erről mit gondolnak, rögtön oda szóltunk a kisfiúnak, hogy álljon, legondolkodjon már. Nagyon durván nézett ki kintről. Úgy nyilván ilyenkor benne van az, hogy akkor működött hozzá, mert odaszóltunk, az úgy volt, a saját gyerekedet. Az odaszóltunk, az úgy volt, hogy Móni odaszólt, hogy gyere már, gyere! Nem, Móni felkapott és oda dobott. Üssétek inkább őt! Hagyd őket, gyere! Ne szólj oda, ne nézz oda, ne szívj! Hát ide, bakolj fel, nekem mutasd meg, mint tudsz, vacsákkal! Hogy oda mentél, és így topó, forró viasz, üveg, belemártad el a kezed, és elkezdtél. Rajszöge. És elkezdtél kágyezni a kisráccal. De előtte fogadtatok, hogy melyik őjük nyer, amikor még megvan. Nem, figyeljetek, ijesztő volt egyébként. Igen, csak nekem ezzel az ellenőrös sztorival a bajom, persze, én mondjuk, ha a gyerek van és ott az anyja, akkor én azt gondolom, hogy oldja meg. Tehát, hogyha nem a te gyerekedet bántja, és ott a két tesó, tehát ott van az anya, tényleg. Nem figyeltek rájuk, jó, hát nem figyelek rájuk, és hátba veri, de hát csúnya volt nagyon. Persze, de van az apja, anyja, én mondjuk ebben nem szólok bele, tehát játszótéren is azért van elég konfliktus, az adott gyerekeddel megoldod, de ott másik két gyerek ott veszekszik, hát oda jön az anyja, az apja megoldja. De hogy az ellenőrös sztorinál azért az is érdekes, hogy vagy sokan vannak és egyet bántanak, nem? Tehát, hogy a közterületesek is egyébként hárman vannak és egyet bántanak, vagy nőt vernek meg, nőt rángatnak meg, vagy nőt üldöznek, tehát azért ezek is érdekes dolgok, hogy tényleg miért nem hallod azt, hogy testépítő bajnokot inzultáltak. Hatan neki mentek, hat Mr. Olimpiának, és akkor ott verekednek. Tehát mindig az van, hogy három egyet. Izét a tartozás behajtót inzultálták a Blaha-Lujza-téri aluljáról. Nem volt jegye. Vagy azt hallod, hogy két ellenőr egy gyereket, vagy, és ez is valami fiatal lány, hát ez is valami 16 vagy 18 éves kislány volt. Hát ez az egy gyerek, mondjuk, nem most fölrúgni egy gyereket, hú, de nagy dolog, érted? Hát most azért az nagyon nagy kaland. Elszaladsz, nem mész te sehova, mert nincs egyed. Jól alárugok, érted? A lány meg csúszik. És akkor de hazajön a gyereked úgy, hogy fölrúgta az ellenőr. Nem? Hát azért biztos, hogy visszamézem, tudod, hogy hol keres, de hát azért valamit az embernek muszáj csinálni. Annyiban nem vehetett saját kezedbe az igazságszolgáltatást, de dermesztően prostok. Szóval, hogy elképesztő. Szerintem elképesztő. Van egy érdekes felvetés. Itt egy hallgatói SMS. Honnan tudjátok, hogy előtte nem köpte le a nő, vagy valami? Ha leköpi, kérdezem én, akkor fölrúghatja? De ezek meglehetősen demagóg felvetések. Lehet, hogy előtte az anyját szitta, leköpte, és őt mitől elvette a sonkás zsemjéjét. Jó, ez a hallgatói gondolkodás? Ne, a hallgatói felvetés. Akkor, ha leköpött téged ellenőrként egy nő, akkor fölrúghatod? Teszem fel a kérdést, mert szerintem akkor se. Se, hát egyértelmű. Lesz-e az egyenruha vagy a karszalag, az még inkább azt kell, hogy sugallja, hogy neked nincs ehhez jogosításod, érted? Tehát, hogy hiába húzta ki a nő a gyufát, akár ezzel, hogy elvette a sonkás zsemjéjét, akkor se rúghatod föl. Akkor nem tudom, föltartóztathatod? Arra sincs joga, az ellenőrnek van. Nem, nincs. Ő nem akkor hozhat semmiféle testkényszer. Na. Hát... Kemény szituáció. Jó, hát ilyen blitzelők ellen hadakozókat is megértem, akik SMS-ben igazat adnak, mármint abból a szempontból, hogy ugyanakkor meg sok a blitzelő. Hát azt itt ti jártok BKV-val, azt persze, nem hát tudok képviselni. Azt tényleg a saját zsebünkön érezzük meg? Igen? Hát persze. Tehát, hogy minél több a blitzelő, annál inkább ugye a cég beépíti ezt a jegyárakba, a bérletárakba, és azt előbb-utóbb mi fizetjük meg azok, akik tisztességesen megveszik a jegyünket, és fizetünk azért a szolgáltatásért, aminek nyilván a színvonalával időnként vannak, hogy hívják, elmaradt elvárás, de attól független érted, annyit fizetünk, amint fizetni kell. Ha és minden ez ellenőr mai naptól kezdve fölrúg minden blitzelőt, akkor kevesebb blitzelő lesz, kérdezem én, mert szerintem nem. Nem. Na, hát akkor
akkor ez megint nem egy helytálló dolog, hogy aki megveszi a bérletet, meg a jegyet, az jogosan mondja azt, hogy igen, föl kell rúgni, mert blitzet, mert én fizetek többet. Nem fogsz kevesebbet fizetni? Hát ha most minden egyes ellenőr ma fölrúg egy blitzelőt, attól te nem fogsz kevesebbet fizetni. De a két dolog nincs köze egymáshoz. Na, hát azért ezt ne keverjük bele. Tehát értem a felháborodásotokat, csak nem ettől lesz rend, hogy fölrúgják az embereket a metróban. Persze, meg azért bolyog bőszintén van még egy csomó olyan munka is, amely során azért rengeteg, ha nem is mondjuk ilyen fizikai, de verbális atrocitásban van része az illetőnek, ott vannak a call centeresek, ott vannak a különböző ügyintézők, akik nyilván a nyakukba kapják mindazt, ami egyébként nem is nekik szólna, mert a rendszert nem ők formálják. Na, csak ott nincs közvetlen kapcsolat, fizikai kapcsolat. Igen, csak azt mondom, ezzel azért mondtam, hogy ott csak verbális formában azért ők is kapják rendesen az ívet, tehát hogy nem lehet tudni, hogy mondjuk egy call centeres naponta hányszor csak a vonalon nehezen tud átnyúlni, igen. Tehát ő nehezen tud átnyúlni a vonalon, hogy na de képzeld el, hogy kinyúlna egy kéz a telefonból, torkon ragadjon az de képzeld el ugyanezt egy okmányirodában. Érted? Kinyúlsz, és akkor hirtelen elpattansz, és kinyúlsz a kis ablakon keresztül, és behúzod az illetőt, aki hogy veled pampog azért, mert hogy nem tetszik neki a rendszer, amit nem te formáltál olyanná, amilyen te csak mi van, rossz tapasztalat volt tegnap? Ja nem, képzeljétek el, hogy hát nem akartam róla beszélni, mert megkért kis, hogy ne beszéljek róla, úgyhogy beszélek róla, tökéletes ügyintézésben volt részem, megint hetes ablak, csak mondom, tehát hogy így, srácok, mindenki tök udvarias volt, tök flott volt, tök gyors volt, nem sokára lesz megint újra személyigazolványom, illetve megkapom az elsőt, és van már új lakcímkártyám is. Nagyon-nagyon elégedett vagyok a szolgáltatás minőségével. Köszönöm szépen. Szerintem ez már azért már régóta így megy, nem? Meg elvárás is, időre mész, oda mész, megcsinálják. Tehát ez most már azért régen volt ilyen nagy káosz az okmányirodákban most már. Én még egy másik rendszerben nőttem fel, én még mindig hálás vagyok azért, ha ember számba lesz. Na, csak hogy ne kanyarodjunk el, rohadtul nincs igazatok, leállíthatnátok magatokat, fel is hívhatok, írja valaki. Persze, dumáljunk. Anna felhív és meghallgatjuk, hogy mit akarsz mondani, kíváncsiak vagyunk, hogy miért nincs igazunk. Azt, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a közteresek nem azért szorítják falhoz, mert nem volt jegye, hanem mert megtagadta az igazoltatást, intézkedés alá vonják, ő ellenszegül, hivatalos személy elleni erőszakot követ el, mert ők hivatalos személy, ahogy a rendőrök, és ezt egy pici lökéssel már elkövetik. A média ferdít, ezeket sajnos nem említik. Írja nekünk egy másik hallgató. A múlt héten az éjszaka 4-es-6-os villamoson 4 utas ütötte az ellenőröket, ott például nekem kellett odállni és elhajtani őket, senki nem szállt le segíteni. Aztán gyerekek, az ellenőröknek 3 havonta 100-150 oldalas jogi paragrafusokkal tűzdelt füzetből kell vizsgázzanak. Másrészt apám ellenőr pedig egyetemet végzett. Már harmadrészt, ha elmegyek a Feri éttermébe, és ezek egy napi menüt, majd felállok is, csak annyit mondok, hogy a K anyádat, és elmegyek fizetés nélkül, ebből naponta legyen csak 10. Feri, mit szólna? Telefonos Laca. Fura mód, mert az SMS-ekből az derül ki, hogy többen adnak igazat az ellenőrnek, mint amennyien elítélik ezt a dolgot. De ezért mondom, hogy lehet képviselni a másik oldalt, csak érdekes. Mondjuk ott egy picit ezek a lényeg, hogy pont az ügy, aminek a kapcsán elkezdtünk erről a témáról beszélgetni, az úgy ért véget, hogy az illetőt kirúgták. Tehát, hogy még a munkáltatója is igazat adott azoknak, akik azt mondták, hogy ez durva és hogy felesleges agresszivitás volt. Nem mentem fel az ellenőr, de nem felrúgta, elgáncsolta, mert így tudta elkapni. Egyébként az egyik portál szerint a lányt a rendőrség kereste, mert megszökött egy nevelő otthonból. Vannak elképzelései, milyen stílusban adta elő a magát, van az az embertípus, aki kiprovokálja. Aha. Na hát hogy mennyire sokan vagyunk, és mennyire máshogy látjuk ezt a dolgot, azért ez is érdekes. Én alapvetően ez ellen vagyok, tehát az ellenőr se lehet megverni, de az ellenőr se verhet meg senkit. Most, hogy ez gáncsolás volt, hogy azért nem jó, ha gáncsolás volt, mert az ellenőrnek nincs jogosítványa arra, hogy téged föltartóztathasson, ha én jól tudom. Ugye? Tehát, hogy ő nem hivatali személy, ha rendőr van mellette, akkor a rendőr föltartóztathat, de ő nem. Tehát ha elgáncsolt, akkor megint hibát követett el. Az egész rendszer egyébként ostoba, és én azért haragszom nem is a BKK-ra, a BKV-ra, a mindenkori államra, bárki, hogy ezt nem oldják meg, mert ez egy hülye helyzet. Tehát, hogy, hogy ez az ember nem nyúlhat hozzá, de ellenőriz, de megállítani nem állíthat meg, de meg kell neki álljál, de testi kényszert nem alkalmazhat, viszont azért ő azt gondolja, hogy igen, megverni nem verhette, megpróbálod kiátszani. Ez egy macska-egér játék, tehát hogyha ezt
valahogy egyértelműsítenék, hogy az a felszállási rendszer van, kapurendszer van, nem tudsz átmenni. Hónapon keresztül tesztelték a Ferenc körúton ezeket az új beengedő rendszereket, azóta se híre, se hangva egyiknek sem. Egész rendszer rettenetesen középkori és rettenetesen elmaradott, hogy vannak az ellenőrök, akik úgy érzik, hogy fel vannak ruházva bizonyos hatalommal, van is valamilyen jogkörük azért nyilván, de meg el nem állíthat, meg nem rángathat. Vannak a viccelők, akik úgy érzik, hogy na te hozzám ne nyúljál, az én kezemet te ne fogd meg. Vannak a becsületesen utazók, akik ugyanúgy ki vannak téve az erőszaknak, mert rosszul érték, félreérték, nem tudja, csak most akart lyukasztani, ugyanúgy kaphatnak egy pofont, tehát az egész rendszer több sebből vérzik. És ebbe belekerül az is, aki becsületesen utazik, belekerül az is, aki nagyot hal, és ott akart éppen kiukasztani egyet, csak belefut valami baromba a képen. Megveri, mert azt hiszi, hogy nincs jegye, hogy miért nem lehet ezt már normalizálni, nem? És azt mondja, hogy gyerekek, itt szálltok föl, a sofőr mindenkinek megnézi, három ajtón szálltok föl, akkor érvényes, mit tudom én, a metróba csak beléptetőrendszeren keresztül megyünk, mert hát azért egy beléptetőrendszer azért nem a világ vége, hogy ezt már meg lehessen csinálni, és ne legyen ez az iszonyatosan prostó, szörnyen középkori balkáni módszer, hogy három ilyen levedlett ember áll karszalaggal, és vadászik rád, mintha legalábbis köztörvényes bűnöző lennél, hogy te mersz BKV-val utazni. Vagy mondjuk nincs jegyed. És tegyük hozzá azt is, hogy valakinek lejárhat a bérlete, valaki egyébként nem viccel, csak egyszer ment, és nem tudom, ott akart, és így meg fölpofozzák, tehát nem mindenki, akinek egyből nincs jegye, az mint köztörvényes bűnöző. És csaló, érted? És ott vannak a külföldieket, akik állandóan bántják őket. Szóval, hogy se ostoba a rendszer. Hello, Dávid! Hello, sziasztok, öregem! Szia. Hello! Na, te melyik oldalon vagy, vagy te hogy látod ezt a dolgon? Én egyértelműen az ellenőrök oldalán állok. Ellenőr voltál, vagy dolgoztál? Soha. Én maximum utas voltam, az is hál' Istennek elmúlt, ezért egyébként tartakozok hozzád. Minden reggel hálát adok az autónak, meg a lehetőségemnek, hogy autóval vagyok, és nem kell BKV-re szállok. De érdekel a dolog, de amit az utasok csinálnak, az vérlázító. Na, mondd! Hát először is ott kezdődik, de egyébként veletek se értek egyet, meg egy kicsit feldúlt is vagyok, mert az, hogy valakit elgáncsol az ember, az nem ugyanaz, mint hogy belerúg. Hát az abszolút nem ugyanaz. Másodszor is én úgy tudom, hogy az embereknek feltartóztatási joga van. Én ebben nem vagyok biztos. Én sem vagyok benne biztos, de így tudom. Na most az óriási kérdés, hogy hogyan kell valakit feltartóztatni, aki elfutna előled. Hát na ez az. És ott volt legutoljára az ember, egyetértek, hogy ezt normalizálni kell. Akkor ott volt, talán egy hónapja került fel az internetre, az Indexen volt fönt, hogy három ember, három ellenőr fölnyomta az embert a falra, aki üvöltött, hogy ő engedjék el, mert ő nem gyilkos. Mi hogy kéne föltartóztatni, aki kapálózik, meg rúgkapál? Azt hiszem nem is talán ellenőrök voltak, közterületesek voltak, de ez is egy megrendítő videó volt egyébként. Hogy ott... De mi benne a megrendítő? Az, hogy üvöltenek? Az, hogy a gyerek kiabált, hogy engedjetek el, hogy nem csináltam semmit, fölnyomták a falra, dulakodtak vele, hárman voltak, letépték a ruháját, leesett a gyerek a földre, fölállt. Tehát még ezt a saját gyerekeddel végignézed, vagy mondjuk a testvéreddel. Nem egyről beszélünk, nem gyerek lehet, volt. Lehet, hogy keverem. Egy 40-es férfi volt, gyereket nem láttam, és neki volt nyomva a falnak, és dáltak tőle 10-20-30 centire, tehát szó nem volt arról, hogy joga. Az ellenőrnek nincs joga hozzá nyúlni, felszólítani, arra nem, az ellenőr nem. Én nem tudom, hogy igen, feltartóztatási joga van az ellenőrnek. Úgyhogy hárman megfogják és felnyomják a falra. Más után hazudok, de szerintem igen. Na, ennek mindenképpen utána nézünk. Kérünk a BKV-től, a BKK-tól egy mindig keverem őket. Két dolgot hadd tegyek hozzá, az egyik egy személyes tapasztalat. Fényvillamosan utaztunk családban 4 éves gyerekkel karácsonykor. És a nyíkhaj 14 éves gyerek ki volt akadva az ellenőrre, hogy jaj, a gyerek lögdösödött, meg neki ment másoknak, meg kiabált, meg káromkodott. Ellenőr mondta neki, hogy állítsa le magát, halál normálisan. Erre a 14 éves csávó kiakadt, hogy hol van a karszalagod, egyből letegezte, meg kirugatlak, meg mit csinál. Én léptem közbe. Szegény ellenőr már remegett az idegtől, majdnem elbőgte magát. Én szóltam közbe, én mondtam a gyereknek, hát nyomta festéket, nem tűr, úgyhogy talán nem idézném magamat, hogy állítsad le magad, de villám gyorsan, mert leszállt. Következő villám megállónál le is szállítottam. Mondjuk te is pályát tévesztettél azért, tehát neked is, vagy rendőrnek, vagy ellenőrnek, vagy kellett volna menni. A másik, amit hozzátennék, hogy nagyon az elefántcsont toronyból beszélsz. Aha. Tehát, nem gondolnám. Ülsz a kényelmes légkondis a stúdióban, települjetek ki egy fél órára. Ne figyelj, ne menjünk be, most belősz abba egyébként, hogy mi csak beszélünk, és beszélni mindenki tud, vagyis ezt a munkát bárki meg tudja csinálni. Próbálok megbeszélni normálisan egy témát úgy, hogy téged is olyan, mint hallgatott, bevonunk. Én nem az elefántcsontoronyból beszélek, én minden nap utazom a BKV-val. Ezt akartam mondani, így van, nem is neked mondtam, Balázsnak mondtam. Akkor elmondom neked, hogy 25 éves koromig folyamatosan BKV-ztam, tehát azért ezt el kell, hogy mondjam neked, hogy 25 éves koromig BKV-ztam, pontosan tudom, hogy miről beszélek.
Jó, ha te is meghallgatsz, akkor én is meghallgatlak egyébként. Szóval, hogy jártam sokat BKV-val, pontosan tudom, hogy miről beszélek, mert nem autóval a fenekem alatt születtem egyrészt. Kettő, hogy nem az elefántcsontporontból beszélek, vagy toronyban, azért tettünk adásba, hogy meghallgassunk téged. Tehát azért vagy itt, hogy elmondhassd a véleményedet egyébként. Volt valaha gondod azzal, hogy vettél jegyet? Mivel volt gondom? Vettél jegyet, volt bérleted, abuzáltak az ellenőrök? Engem? Volt valaha gondod az ellenőrök? Igen. Miért egy eset az akkor reprezentatív? Tehát az én esetem azért, mert engem nem, akkor rendben van az ellenőri mentalitás? Nem, nem akkor mondtam, de most kérdésre válaszoltál a kérdésre. Engem nem, engem nem. Akkor se tetszik a... bérletet, nincs gondja. Én veszek bérletet, jegyet, nincs gondom. Te vettél bérletet, jegyet, nincs gondja. Hogy van az, hogy mindig csak annak van gondja, aki nem vesz jegyet vagy bérletet? Én ezt nagyon nem így látom. Én számos olyan esetet hallok, amikor külföldieket bántanak, amikor hárman szállnak egyre rá, amikor megrángatnak valakit. Én nem azt gondolom, és nem úgy látom egyébként, hogy csak mindig szegény csalókat bántják, de az ártatlan embert egyébként nem. Nagyon nem így látom ezt a helyzetet. És a mentalitás, amit gondolnak magukról, ahogy sokszor viselkednek, amilyen sztorikat te hallasz, ahogy beszélnek az emberrel, ahogy kiszúrják a kicsiket. Én láttam olyat, hogy hárman rászálltak egy tinédzser kislányra, s hebegett, habogott, három karszalagos paraszt körbeállt a bőrkabátban. Szóval, hogy én nem hiszem, hogy... Mit csináltam? Semmit nem csináltam. Mit csináltam volna? Én nem vagyok önkéntes rendőri vénával megállva, mint én, nem az én dolgom. Megoldott egyébként, utána leszállt az apukája, és megbeszélték, nem folytam bele. Ne haragudj azért, hogy nem folytam bele. Én nem szállom kételek, arról is beszéltetek, hogy nem tudjátok, hogy mit csinálnátok hasonló helyzetben, hogy ilyet látnátok. Jó. Hogy valaki tudsz még valamit hozzátenni pluszban? Vagy elmondtad, amit szerettél volna? Mondjuk, hogy elmondtam. Jól van, oké, köszi. Nincs mi. Ciao, hello. Hogy egyébként nem nincs igazabban, nem alkalmazhat erőszakot. Tehát nem nyúlhat hozzá. Nem, nincs joga. Nincs joga. Tehát ez egy nagyon nagy, nagyon butaság, amit mondott egyébként. Nem nyúlhat hozzá. Nincs joga feltartóztatni. Azt mondja, nincs, hogy a BKV ZRT üzletszabályzatának értelmében a BKV ZRT jegyellenőri pódi fizetésére kötelezhetik azokat, akik az utazási feltételekben foglaltakat nem tartják be. A pódi megfizetését megtagadó vagy személyazonosságát hivatalos okmányból igazolni, illetve a rendőr kiérkezését megvárni nem szándékozó utazókat. A jegyellenőrök az utazásból ki kell, hogy zárják. Ez ugye teljesen hivatalos, és a cikknek az írói, akik összeszedték ezeket a kis, hogy hívjákokat, paragrafusokat, azok felhívták a BKV ZRT-t, és megkérdezték, hogy ebből következően, ugye, akkor a BKV ellenőrök nem akadályozhatják meg az utast abban, nem tartóztathatják fel, hogy elhagyja a helyszínt. És azt mondták, hogy hát sajnos igen. Ezért van vele a közteres? Ezért hívő hivatalos személy, persze. Nem nincs ilyen, hogy felrugom vagy gáncsolom. A másik pedig az, hogy ez a gáncsolás vagy rugás. Most minek kellene ott lenni? Aha. Egy rugásmérőnek, és hogyha egy bizonyos, hogy hívják, fájdalom küszöb alatt marad, akkor nem rugás, persze, hanem csak gáncsolás. Nem, nincsen ilyen. Dávid egyértelmű butaságokat beszélt, persze. Tehát teljesen egyértelmű. Kettő, hogy mondd meg nekem, hogy az jó rendszer egyébként, ahol fejpénzt kaptak az ellenőrök, hogy büntesse minél többet, annál több a fizetésed. Hát ez nem egy objektív mérce, hát ha konkrétan a gyerekem megélhetése, meg az én megélhetése múlik azon, hogyha megbüntetek hárommal többet, akkor tudok enni adni a gyerekemnek, akkor én akkor is megbüntetlek, érted, ha rajtad pirosing van, feketén van, tök mindegy, mert érdekelt leszek benne, és nem tudok objektívan döntést hozni, tehát már a rendszer is buta. Ez hogy van, ez létező, hát ezt már ellenőrök is elmondták nekünk, akiket adásba kapcsoltunk, hogy van egy bizonyos alap, és onnantól kezdve, igen, te érdekelt vagy abban, hogy büntessél. Tehát ez milyen rendszer, érted? Nem? És ha én gyorsan büntetek, sokat büntetek, akkor több pénzt kapok. Hát ez innentől kezdve viszont azért nehezen tudom elfogadni azt a fajta objektivitás, hogy hú, persze, az ellenőröknek milyen jó. De ez nem értelmi képesség lenne, hogy azt mondod, hogy nyilván van egy ilyen teljesítmény növelő kényszer rajtad, hogy több pénzt keresel, de hát azért jogtanulat te se büntetsz. Ugyanakkor, aki meg vesz bérletet, az meg utazhat a metrón vagy a villamoson. Tehát ezt föl kéne fogni mind a két oldalnak. Hát igen, mert ez gyakorlatilag az összes atrocitásnak, meg ezeknek a büntetéseknek, meg mindennek ezzel itt lehetne venni azzal, hogyha mindenki megvenne a jegyét, meg a bérletét, mert onnantól kezdve, hogy ezt felmutatod, igazából nincs miről beszélni. Igen, ráadásul Dávidunk a meglehetősen erős önkéntes rendőri vénával megáldva azért, mikor a feleségét, az anyját, a terhes feleség, érted? Szóval, hogy csak nem felrúgták, csak kiráncsolták. Hát na, most ott állsz mellette, érted? Szóval, hogy nem tudom. Az egész rendszer hibás ebben, hogy ez így működik egyébként. Tehát a mindenkori hatalom is, aki ezt nem oldja meg, és az embereket kiteszi nap mint nap, a becsületesen utazókat is, az ellenőröket is, mert ők se érdemlik ezt meg, az utasok se érdemlik meg, tehát az egész rendszer egy kalapszal. De tényleg, igen, egyébként ez gondolom. Fél 8 út pontosan 6 perccel jövünk Ákos híre után. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, folytatjuk, egy-két hozzászólás még a témához, mert pro és kontra egyébként nagyon sok van.
Gyorsan előtt egy közlekedés, most állították fel a háromlábút az Árkád után, a Kerepesi úton, Cinkotta felé, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Én mindig bérlettel utazom, mégis volt rá példa, hogy tapló módon beszélt velem az ellenőr, nehezen kotortam elő a bérletem a táska aljáról, biztos azt gondolta, fogás van, a fintort nem lehet leírni, mikor odaadtam az orra elé a bérletet, ezt Ildi küldte nekünk. Rendőrségre mentem tanúskodni a megtámadott ellenőr miatt, végignéztem a Deákon, ahogy egy olasz srácot végigrúdos egy ellenőr a padlón, ettől még BKV párti vagyok, ha én megveszem, vegye meg más is a jegyét, így igazságos, aki fizet a szolgáltatásért, az béké hagyják, tapasztalatom szerint ezt Laci küldte nekünk. Buszon voltam, és volt diákbérletem, aztán jött az ellenőr, mondta, hogy ez oké, de nincs beleírva a diák igazolvány számom a bérletben. Mondtam, hogy persze, jó, ma vettem, hazamegyek és otthon beleírom. Ideges lett, megfogta a bérletem, és kidobta az ablakon, és mondta, hogy most már van bérletem? Nincs. Akkor szálljak le. Kaptuk ezt is egy hallgatótól. Teljes mértékben igazat adok a srácnak, akivel beszéltetek az imént, borzasztó dühítő azt látni, hogy amíg ilyen 25 ezer forintért veszek bérletet egy hónapban, addig mások ingyen utaznak, az ellenőrök pedig nem tudnak velük mit csinálni. Ezt Zita küldte nekünk. Köszönjük szépen. Csak itt nem ez a kérdés, hogy kell-e bérletet venni, vagy igen, nem. Igen, kell-e venni bérletet, ezt senki nem mondta. Gyerekek, nem, tehát, hogy ez eszében se jusson senkinek, hogy mit azokat vigyük, akik blitzelnek. Nem. Dehogy csak is. A megoldás nem ez. Igen. Légy, olvassátok be, az előző társnak üzenem, hogy én rendőr vagyok, ha sofőr nincs bekötve, vagy telefonál vezetés közben rángassam ki az autóból. Na. És ezt teszi helyre az egészet egyébként, hogy itt az intézkedés mikéntjét és módját vitattuk, és hát szerintem az egész rendszer hibás, de nem akarom magam ismételni. A mentalitásnak kellene megváltozni, mint utas, mint ellenőr oldalról, nem ellenségeket, ellenségként kellene egymásra tekinteni, véleményem szerint ezt Szöle küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát igen, ez mindez ideig nem fog megoldódni, még nincs normális közlekedésünk, és nincs normális kontrollrendszer, ellenőrzési rendszer, ilyet nem látsz sehol, semmelyik nagyvilágvárosban. Bemész ott a metró, akkor tudsz átmenni a kapun, ha átengedett van, beérletett csókol, mindenki béké vagy. Három fáradt ember a kapunál, hogyha valamit elrontasz, odalép, segít. Senki nem ugrálhat a kapun, és működik a dolog. Nem? Itt meg hónapokig tesztelek egy rohadt kaput, érted? Azt évig ott volt kirakva, és hallottál róla valamit, tudod, hogy hol van? Tudod, hogy mi lesz? Minden évben megjelenik egy hír, hogy majd jövőre lesz, meg majd most egy német cég, meg angol cég, meg francia cég, meg majd 2018-ra, aztán nem történik semmi. Azt mondták, próbáljuk ki, válaszunk, választottam, balról a második. Na, hol van? Átmentem. Nekem tetszettek, működtek. Na, játszunk Kovács bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Zsuzsa vagyok. Jó reggelt kívánok! Hello, Zsuzsa! Most ennyi elég kivételesen, hogy csak így ilyen egyszerűen mutatkoztam be. Ja, elég, hogyne, persze, elég. Hello, Zsuzsa. Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről? Mit csinálsz? Dolgozol? Igen, dolgozom, és most még itthon vagyok, és mindig hallgatom a Morning Show-t, és gondoltam, hogy most elvileg én a BKV dologra adrenalin szintem maximumra nőtt, úgyhogy most telefont ragadtam, mert úgy éreztem, mondd el te is, nyugodtan. Hát amit a Balázs mondott, az úgy, ahogy igaz, szó szerint, és háromszor lepecsételve, és tulajdonképpen nem értem az előző urat, mert először is a BKV nem nyúlhat az emberhez, nem kenheti a falra, nem gáncsolhatja. Abban szerintem se volt igaza. És teljesen mindegy, hogy elgáncsolja, vagy kiteszi a lábát, vagy meghúzza a haját, semmit nem tehet, ha a derítvésre el tud futni, akkor elfuthat. De én úgy érzem, hogy egyszerűen nincs szinkronban az elkövetett dolog, már ha idézőben mondjuk bűn, meg az a retorzió, amit a BKV alkalmaz, mert először is ugye van, aki véletlenül nem tud jegyet venni, van, aki notóriusan nem vesz jegyet, de amikor ellenőrök felszállnak a villamosra vagy bárhova, akkor az ember, legalábbis én magamra vonatkoztatom, hogy halálra rémülök. Tehát maga a látványtól, amit vizuálisan ők csinálnak. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a BKV fantasztikus módon működteti ezt az egészet. Itt intelligencia tesztet kéne, tehát akik ezt elvállalják, bár én nagyon sokan azt gondolom, hogy kényszerből,
Szóval azt gondolom, hogy egy kicsit emelni kéne az IQ szintet, mert nem lehet így. Hát nem lehet így. Ugyanakkor valóban sok a blitzelő, sok a portyázó, sok az, akik úgy mennek, hogy, vagy potyáznak, úgy mennek, hogy nem vesznek, hát is élnek vele, tehát ez egy nehéz dolog. Sok a BKV vesztesége, ebből egyébként biztos vagyok benne, csak én mégis azt gondolom, hogy azért ez, hogy most nem vesz valaki jegyet, nem lehet ilyen retorziót alkalmazni, mert abszurdum, abszurdum. Igen. De hozzáérni egyáltalán nem lehet. Igen. Hát közben keveset keresnek, többet akarnak nyilván. Tehát mi beszéltünk már, jó? Hát okay. Egy jutalékos rendszer, az tényleg abszurdum egyébként. Igen. Jó, Zsuzsa, csak azért mondom, hogy játsszuk, mert új dolgokat már nem tudunk ebbe a vitába vinni, úgyhogy, vagy beszélgetésbe, úgyhogy játszunk. Jó, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Berú néni, figyelj! Ezt még nem hallottam. Ezt még nem hallottuk. Egy kezdetleges fénykardokkal. Kardoznak, igen. Igen. Gyakorló fénykard, tényleg. Na, mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, segítünk egy picit, ez egy dal lesz, tehát nem sorozat, nem film, csak egy sima dal. Mehetünk? Igen. Na, figyelj. Na. Ajjaj. Aha. Ennyi? Hát ez rövid volt. Hát ez ennyi kifejezés, hogy rövid volt. Hát ennyiből nem tudom. Na, megmutatjuk még egyszer. Na. Ó, oh, hát így már. Aha, fogalmam nincs. Passz. Akkor mutatunk hosszabbat, kivettük a bögrét, figyelj. Na. Ú, ismerős, de nem, most már kezd ismerős lenni, de nem tudom. Szerintem ne próbálkozunk, mert nem fogom tudni. Tényleg, ennyi föl is adod? Aha. Nem. Igen, de miért? Azért, mert úgy érzem, hogy csak időhúzás, és nem fogom tudni. Ja. Akkor inkább telefonáljon már. Mutassuk meg, hogy mi volt? Mutassuk. Megmutatjuk, figyelj. Ja, igen. Hát most már igen. Hát pedig ez tudható lett volna szerintem. Hát kétszer. Tudható lett volna, de nem tudtam. Na, a kétszer hallott, az pedig nem felejti el. Időnként üvöltve ébredt föl álmába. Igen. Nem baj. Köszönöm. Köszi a játékot, sajnáljuk, hát nincs ajándékcsomag, szerintem a hosszabb részlet után ment volna. Zsuzsa, köszi! Szívesen! Ciao! Hello! Igen, ezt a dalt egyszer hallottad, akkor aha, próbálod felejteni. De ilyen retro napokon egyébként jó. Szerettük egyszer meghallgatni is. Szerintem jó. Nem? Aha, de akkor most ki is bipáltunk. Tehát arra akarsz gondolni, hogy ne hallgassuk meg 8 után ezt a dalt? Szerintem ne. De mikor csinálunk újra retro napot? Neked hiányzik. Itt a nyár. Az én melózom csak veled, könnyen mondjátok. Hát pont ezt akarjuk. Hát azért. Van, ami nekem kell összeszedni. Hát valamiről meg kell ünnepelnünk. Mit? Hogy dolgozom? Gyerekek, hát nekem kell összeszedni, kiválogatni, ti ültök feltett lábbal 4 órán keresztül. Hozok sajtos tejfölös lángost hozzá, hogy retro legyen. Én is összeválogathatom. Mondjuk az, akkor beszántják sóval a rádiót. Igen, akkor és a hallgassat meg a Creator-től Extreme Aggression című számát, sok szeretném. Oszián, Akela, Moby Dick és nem, a magyar retro napon is, és nem tudom, Moby Dick-en hallgattam is. Na, jövünk vissza 8 óra után, felhívjuk a mi drága Szújó Macinkat, mert hogy Flavio Briatore megmondta a tutit, hogy szerintem mivel lehetne izgalmasabbá tenni a Forma 1-et, úgyhogy végigveszünk ezt a listát, és átbeszéljük Szújó Macival, hogy mit szól ahhoz, amit Flavio Mester mondott, hogy miért dögunalmas a Forma 1, amivel egyébként szerintem egyetérthetünk. Tehát hosszú-hosszú évek óta mindenki ott szúnyókál a vasárnapi Forma 1-en. Egy-egy futamon kívül azért olyan nagy izgalmak nincsenek benne. És összeszedett egy pár pontot, hogy mivel lehetne izgalmasabbá tenni. Például a barátnőivel. Hogy ők vezessenek. Nem, elég, ha csak állnak a pálya szélén. Úgyhogy felhívjuk Szújó Macit, és megkérdezzük, hogy mi a véleménye erről a listáról. Forma 1-el folytatjuk, Ákos hírei után. Ó, emlékszem Sopronba, nézem a fák köré, összerült ágyunkba, bújtunk a nap mögé, és már ismersz is hozzám, érzel el úgy, mint mindenki. Ó, emlékszem Sopronba, nézem a fák, és most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M43-as útról Makó felé
Maros Lelinnél mindenkit leterelnek. Tudtak valamit, hogy miért Norm küldte nekünk? Nem, egyelőre nem látjuk. M1-esen a pálya Bécs felé 156-os kilométer könnyel kamion az árokban. Az Őrs után a 16. kerület irányába haladókat mérik. Üdv Ádám. Na, hát gyerekek, még mindig özöllenek az SMS-ek. A hallgatóhoz, Dávid mondandójához, hogy én kiraktam őt, hogy miért raktam ki, hogy mi a véleményük róla. Jaj, gyerekek, hát kár lenne áskálódni, törlekedni azon, hogy ki ölt meg kit. Egy mondat csak egyébként, hogy megértsük a hallgatók, hogy részben nem is azt mondom, hogy kitettem Dávidot, csak szeretném elmondani, hogy addig nincs, sosincs baj, sőt, mi tettük adásba, pontosan tudjuk, hogy kit teszünk adásba. Dávid azért jött, hogy elmondja a véleményét, a másik oldalt képviselje. Ezzel nincs baj. És szerintem a baj ott van, és én leginkább egyébként ezt abszolút vállalom, azért tettem ki adásból, mert ha valaki úgy kezd el személyeskedni, hogy közben nem is tudja, nem is ismeri a mi előéletünket, azt utána én már valójában nem hagyom beszélni. De nem azért, mert a véleménye nem egyezik az enyémmel, mert szeretek vitatkozni, hanem hogyha átmegy személyeskedésbe, és ti ott beszéltek az elefántcsontban, és az elefántcsont toronyba, és az üvegpalotába, és nem tudom, a személyeskedés. Innentől kezdve viszont rossz irányú a beszélgetés. Tehát az viszont nem jó. És akkor igen, én úgy döntök, hogy ennek véget vetek és kiteszem, de ha valaki betelefonál és elmondja a véleményét, azzal nincs baj. Dávid így idégeztette, csak aztán elindult egy ilyen nagyon fura személyeskedős irány, és azt mondom, hogy jó, akkor viszont ezt így ebben a formában én nem szeretném hallgatni. Plusz a stílus. De még hát, az sem baj, tehát lehet vehemens, valaki vitatkozhat, az a jó, ha velünk nem értetek egyet, az a jó, ha mi hárman sértünk egyet, az a jó, ha vitatkozunk, csak ha valaki elkezd személyeskedni ok nélkül, megbántani az itt ülőket, hogy nektek könnyű, ti nem tudjátok, és az elefántcsontoronyból beszéltek, nem hiszem, hogy erre a műsor egyébként az lenne a jellemző, te BKV-val jársz, te is jársz BKV-val, ott vagyunk az emberek között, jövünk, megyünk, te mindenki behozza a saját életét, problémáit, sőt, foglalkozunk a hallgatókkal. A jó, de nálam csak egy póz ez. Nálam csak egy igen, póz. Ő neki egy felvett szokás, ő igen, tehát ő tudna autóval járni. Én sznobuzmusból járok a villamossal. Szóval, hogy ezt is látni kell a dologban, de teljesen jó volt, hogy az másik oldalt képvisel. Sok szempontból az az oldal is védhető, csak nem mindegy szerintem, hogy az ember azt hogy mondja el. M383-as kilométer Budapest felé mérnek egér küldte nekünk, M1-es Győr után Ausztria felé kamion az árokban, és az M43-as útról Makó felé, így van, ahogy mondtam, ott mindenkit leterelnek. M1-esen van egy fotó a 42-es kilométernél is, autó az árokban a 156-osnál, és igen, ez Hegyeshalom felé van, Anita is elküldte nekünk. Köszönjük, valamint 10-es út halál megint. Vörösvár, Madaras, Tesco egy óra. Úgyhogy nem haladunk. Borzasztó, borzasztó. Viszont van egy jó írunk azok számára, akik vért szeretnének adni pénteken, mert az Üllői út 102 alatt, vagyis itt nálunk véradás lesz 6 óra 30-tól 11 óráig, tehát pénteken. Ha elmúltatok 18 évesek és 50 kilók, akkor mindenképpen gyertek el, hozzatok magatok el egy fényképes igazolványt, illetve egy tajkártyát. Ezek a legfontosabb itinerek, ezen kívül jó, hogyha isztok rendesen. De mérleg ráállítanak, mint a 49 kiló vagyok, akkor nem akkor adhatom. Akkor egy szoba mérleg, és föltesznek mérlegre. Igen? Igen, plusz ugye akkor van egy kis kérdőív, amit ki kell töltened, a főorvos asszonnyal, aki ül a kamion egyik szegletében, ott el kell mondanod mindenféle dolgot. Meg a saját érdekedbe. Nehogy az legyen, hogy itt két és fél liter környékén így elkezdesz így lecsúszni az ágyról, ahogy velem megesett. Figyelj csak, te nem tudsz máshol találkozni a sógoroddal? Tényleg muszáj őt ide citálni fél évente? Mert hogy ő vezeti a kamiont. Hát, de tényleg, ugye menjetek hétvégén Dumában, Disney, nem értem. Hívjátok meg egymást, nem... Menjen át, dumáltok. Megmondom őszintén, hogy egyébként arról van szó, hogy péntekenként van itt a büfőben mindig nagyon jó friss tiramisu, és mire hazavinném, megromolna. És azért mindig behívom minden sógoromat, hogy itt tudjak neki venni egy tálcát. Érted? Ja, ez az oka akkor annak. Persze. Gyertek, mindenképpen minden egyes jó érzésű emberre számítunk, mert hogy aki vért ad életet ad, egy kicsit közhelyesen hangzik, de igaz. Az is közhelyesen hangzik, az is viszont igaz, igen. Na, Forma 1. Hát, Haszta mindenit, izgalmas volt valamikor. Volt valamikor, igen. Gyerekek, én bevallom, én már nem nézem. Nem? Engem nem érdekel. Engem évek óta nem érdekel. Én már csak a grid görlöket. Nem, az se.
A Sumi idejében izgalmasabb volt. Nem, feltétlen volt izgalmasabb, karakterek voltak. Egyszerűen azért nem érdekel a Forma 1, és ezt szegény Zolinak is mindig mondom egyébként, hogy nem látom a Forma 1-ben azt, hogy a pilóták képessége számítana. Egyszerűen azt látom, hogy akinek éppen jó autója van, az megy. Négy évig néztük a Red Bullt, akkor a Fettel rossz autó van, semmit nem tud csinálni, illetve oda-oda éreget persze a Ferrarival, egészen varázslatos módon. Az nem igaz, hogy semmit nem tud csinálni. Most a Merció, most mennek a Hamiltonék. Ha két év múlva feltámad a Ferrari, akkor négy évig Ferrari hegemónia lesz. Tehát, hogy vannak jó futamok, meg vannak előzések, de tényleg régen egy Senna, egy Prost idejében valahogy tök más volt. Akkor a két Merci közül miért nyer mindig a Hamilton, vagy nagyobb részben a Hamilton? Hát mert ő a jobb. Na, hát akkor mégiscsak van különbség. Biztos, hogy minimális belül, különbség nem? van, meg hogy az autót hogy állítják be, de olyan szinten a technika és olyan szinten a mérnöki teljesítmény van benne, hogy egyszerűen szerintem a Forma 1 sokkal unalmasabb lett, mint régen. Persze, hogy Zoliék közvetítik, az nagyon jó. De tényleg, tehát az továbbra is szerintem nagyon-nagyon színvonalas. De a Forma 1, nekem ez a vasár bekapcsolt kettőkor, alszol egyet rajta, és négy órakor megnézed, alszol, és megriadsz. Megriadsz, eszem még egy kis uborka salátát, aztán vissza. Igen, tehát ugye a nagy kérdés az, hogy amíg a Red Bullok mentek négy évig, addig ki lesz mögöttük, és most megy a két Merci, és akkor most az Alonso esetleg odaér, vagy a Vettel ér oda, vagy a Raikkonen ér oda, de nagyjából az első két hely azért az általában nem történik valami nagy gigszer, az akkor előre boríték alatt. Na most milyen autóverseny az, ahol az első egy-két hely a legtöbb esetben azért az elmúlt pár évben borítékolható, nem? Hát amíg a Vettel ment, izgulj a harmadikért. Na jó, de verseny az, ahol úgy ülsz, hogy a harmadikért izgulsz azonnal. Hát most nyilván Hamilton vagy Rosberg lesz valószínű a világbajnok, a Ferrari idén még nem támad, fel négy évig, öt évig ment a Red Bull, fel-fel támad, nyernek futamokat, hosszú távon mindenki tudja, hogy a Merci ebben az évben szinte megverhetetlen. Jó, tehát, hogy de azért van egy pikantériája, hogy mondjuk egy csapaton belüli face-to-face harc dönti majd de el a világbajnok. De milyen verseny az, aminek tudod a végét? Tehát indul 20 ember, és tudod, hogy valószínűleg ő nyerni meg. Hát nem túl izgi, nem? Nem írtam majd Rosberg. Most nincs olyan nagy különbség, talán 17 pont. Igen. A két pilóta között. Tehát, hogy még akár bármi is lett belőle. Mindenkinek ugyanolyan autó? Nagyon régóta mondom. Mindenki. Nagyon régóta. Hányszor vetettük föl ezt a Zolinak, hogy mindenkinek ugyanolyan autó, azonos képességekkel, és menjenek, jó, és előzzenek. És nem érdekelt az ember. Mindenki fesse le csapatszínre, tehát legyen piros Ferrari, mindenki a saját színére, de egy tervező gárda legyen, egy független tervező gárda, aki megrajzolja a kocsikat, fölépíti technikailag, összerakja, legyártják őket, és akkor tessék, itt van gyerek. Figyelj, ez azért érdekes ez a dolog, amit mondatok, mert valójában más sportokban, meg arról is szól a történet, hogy nem csak az van, hogy mit tudom, van 100 méter, amit az atlétának végig kell futnia, hanem ott van egy edzői tím, másképp készülnek fel, vagy akár ott van például a tenisz, nem mindegy, hogy milyen metódus alapján készülnek én fel. Ezért kicsit ott az edzőkről is szól a dolog, és azért hát, van, ugye a világbajnokság az nem csak, hogy hívják egyéni pontverseny, hanem csapatpontverseny is. A csapatok is küzdenek egymással. Csapatok jó, nyilván, hogy küzdenek. Itt a pénz nagyon sokat számít. Ez a pénz, a fejlesztések, a mérnökök, hogy mit mondasz, hát a Hamilton futamát ugye hogy szúrták el, hát nem volt hozzá, aztán tulajdonképpen a csapat szúrt el. Tehát a csapat utasításon, a számítógépen, a mérnökön szinte több múlik sokszor, mint a pilóta. Hamilton vakon végrehajtotta, elrontották a futamát. Hát nagyon sok szempontból majd végvesszük a pontokat, amit a Briatore mond, hogy szerintem jó egyébként, hogy ő milyen Forma 1-es futamot rendezne. Erről most kiadott egy, nem tudom, egy nyilatkozatot, vagy egy interjút adott erről. Ki nyilatkoztatott? De hát neki azért ezt elhihetjük, hogy ért hozzá. Állandóan valami jakton, valami bombanővel bulizik, de komolyan, tehát ha lehet választani. Hogy van ideje ilyen nyilatkozatokra, de most komolyan, nekem nem lenne. 6 nő, 8 gyerek, 8 különböző gyerek, 4 feleség, Naomi Campbell, most éppen valamelyik futamon sétált, valami 3 éves gyerekkel, most lehet, hogy ez az első, hogy nem tudom. És csak a szupermodellek. Csak a szupermodellek, brutális jaktok, tehát hát, egyszer az ember újjászület, Flavio Briatore akar lenni. Ráadásul nem? Ő olyan divatos csávó, hogy már 20 évvel ezelőtt divatba hozta a papatestet. És látod, hogy milyen sikeres, így is, papatestel. Egy bizonyos szint után már teljesen mindegy, hogy milyen tested van. Hogy nézel, azért ezt látjuk Magyarországon is. Ez itt a jaktom, te gyönyörű vagy az anyádó isteni. Ott vannak valahol azok a kockák a hasadon, szerintem csak most egy picit nem látszolnak. Kicsit este már lehet, hogy Briatore bácsit be kell pelenkázni, kicsit lehet, hogy már mint a bepisil éjszaka, de azért, hát na átpelenkázod, hát most találtod a sebe. Fejjebb kell tolni a pocakot, hogy hozzáférjél a lényeg. Érted, de már csak havi egyszer akarja, feljebb tolod azt a pocakot, nem? Érted. Azt ennyi, de milyen jacht az? Na de milyen jacht? Helikopterrel lehet leszállni rá.
Na, megkérdezzük azt az embert, aki hát Magyarországon nincs olyan ember, aki talán jobban értene. A Forma 1-hez itt lenne? Van velünk. Szújó Zoli, jó reggel, Zoli, hello. Ja? Mi van, drága, alszol? Zoli, hogy aludnám? Pletykálkodsz? Bevásárolsz hétvégére? Recepteket nézegetsz? Nézd meg, fogadjunk, hogy arról beszélt, hogy mit tölsz hétvégére egy hallgatóval. Azt hittem, ezek az első kérdések Zolihoz. Igen, szia drága, mi van, recepteket nézeget? Nem, annához intéztem egy rövid kis beszélet, mert valószínűleg valamelyik hallgatóval megvitatta, hogy rizibizi legyen hétvégére, brassói legyen, vagy rakott krumpli. Vagy egy jó gombás tokány. Ilyenkor az a rémület az arcán, figyelmét, kéz, tárcsát. Hát jó, nem vette föl eddig. Hát nem tudtam. Hát jó, 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 jó. Itt van. Na jó van. Mínusz 5000. Zoli, hello, jó reggel! Szevasztok, jó reggelt, a brassóira szavaznék. Brassói, ugye? Brassói. Az összes ismerősöm, aki a vendéglátóiparban dolgozik, megpróbál lebeszélni arról, hogy a különböző kétesírű helyeken brassóit rendeljek, de engem nem lehet. Pedig iszonyú jó kaja. Vigyázz a brassóival, és vigyázz a hortobágyi palacsintával. Az a másik. Kettő a rosszabb helyen, három nap után begyűjtik a húst, letarálják, megfűszerezik, és kiszorják. Úgyhogy az alá. Hát Zoli így is szereti. Hát és akkor meg miért csinálná az ember? A Balatonparton, nem tejfölös uborka salátával. Oh, hát igen, délután kettőkor azért. Ahogy mondod, igen. Szevasztok, jó reggel. Már bevitted Oviba a gyerekeket, minden oké, indult a reggel flottul? Esérteges minket, iskolába hordom már mind a kettőt, egy ilyen. Hogy az idő? Mióta utoljára beszéltünk? Hogy van az idő? Egyébként a különleges nap, ami mind a kettő elmegy osztály kirándulni két napra, úgyhogy gyerekek, olyan két nap áll előttünk a feleségem, mert nem tudom, eper van még, mert akkor epretnek pezsgőt is. Eper, pezsgő, teszi, ha biliárd. Magyar eper, magyar pezsgő, magyar tejszín, magyar mi? Magyar biliárd golyó. Magyar biliárd. Biliárd golyó a szádba, hogy szereted, amikor mesélted a múltkor. Zoli, nem a szájába szeret. Magas sarkú a lábadra, amit szoktál csinálni, de... Gyerekek, hát mindegyik fiú vagy lány, csak perverz egyet, hogy a híres mondást tartja. Ugye, aki nem áll szent gyereke szülő, azért azt tudja, hogy amikor egy napra elcsendesül a lakás, vagy két napra, azért az egy könnyebbülés. Alig várom az egyhetes nyári táborokat. De akkor felrántjátok egymás fehér neműig. Na, olvastad ezt a Briatore cikket, hogy mit mondott ő? Briatore mindig érdekes, mert különösen úgy, hogy nem nagyon van most része a formájban, vagy szerepe a formájban, elengedi a fantáziáját. Egyébként van abban sok igazság, amit mond. Hozzátéve azt, hogy van neki kenyai birtoka, ugye hallottam, hogy beszéltetek róla, nagy hajója Monte Carlo-ban. Érdekes volt néhány évvel ezelőtt, amikor megismerkedett az aktuális 23 éves szupermodellel, akkor annyit mondott róla, hogy ő legalább megköszöni a vacsorát. Ez jó duma. Egyébként ez jó duma. Sokat mi is átvettünk már, és erről mi is beszéltünk, hát nyilván nem értünk annyira a Forma 1-hez, de például, ugye ez egy interjú volt, és például végveszünk majd a pontokat, de elmondta, hogy a legnagyobb baj az, hogy például nincsenek gladiátorok. Senna, Prost, a pilotákat egész egyszerűen nem ismerik meg, Alonzót, mit tudom, Fettelt, Rosberget talán, de hogy a többiek mellett simán elmész a repülőtéren. Ebben is van valami. Rosberger már vitatkoznék, és Börnyekleton is megígyezte Nico Rosbergről, hogy nem nagyon tesz jót a Forma 1-nek, mert hogy igazából unalmas, és hogyha fölvesz egy baseball sapkát, akkor a repülőtéren bárki elsétál mellette, még hogyha Forma 1-es rajongó is. Egy dolgot fontos leszögezni, srácok, azért mi már ugye abban a korban vagyunk, amelyben azért az ember hajlamos a bezzeg a mi időnkben ezésre. Hát te vagy abban. Retro napokat csináltok a rádióban, segítek majd Balázs összeválogatni. Köszönöm, jó, mert a két ingyen élő csak mindig megzá, hogy mikor van retro nap, de ja, nekem kell összepakolni. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy bezzeg Alan Prost, meg Ayrton Senna, meg Nigel Mansell, mekkora egyéniségek voltak, ami egyébként egyrészt igaz is részben, de azért a mi korunk is hozzátartozik ehhez, és egyébként, hogyha egy 12-13-15 éves rácot megkérdezel, neki Fernando Alonso, meg Lewis Hamilton, Ayrton Senna és Alan Prost nem beszél arról, hogy volt az 1988-89-es szezon, amikor a McLaren Honda rommá nyerte magát, és gyakorlatilag 16-ból 15 futamot valahogy pilótájuk nyert meg, vagy Alan Prost, vagy Ayrton Senna, és ugye ők meccseltek az elején, mint ahogy a most meccsel Lewis Hamilton, meg Nico Rosberg, tehát azért a Forma 1-ben mindig voltak kevésbé izgalmas versenyek, és a Forma 1-ben vannak felejthetetlen futamok, és ez akár erre a szezonra is igaz, vagy akár elmúlt egy-két szezonban találunk azért olyan futamokat, hogy
abetyárját, de jó volt. Mondjuk a tavalyi Bahreini nagydíj, amikor kergette egymást végig Hamilton meg Rosberg, az egy felejthetetlen futam. Tehát azért ezzel óvattal kell szerintem bánni, miközben arra már a Forma 1 irányítói is rájöttek, Bernie Eccleston, meg a főtulajdonos, meg egyébként talán a csapatfőnök is, hogy valami baj van. Elmondom röviden azt is, hogy mi a baj. Az, hogy röviden ez a Forma 1, hogy ez már nem annyira különleges dolog, mint annak idején a 80-as években volt. Tehát most már van foci bajnokok ligája, Premier League, spanyol bajnokság, Bundesliga, és meg annyi akár autós versenysorozat, amellyel versenyeznie kell a Forma 1-nek, mint egy televíziós szórakoztatóipari terméknek. Ez borzalmas kimondani, de egyébként, ha onnan nézed, akkor ezt így kellene kezelni, mint ahogyan egyébként az Egyesült Államokban kezelik az NBA-t, az NFL-t, az NHL-t, akár az IndyCar-t vagy a NASCAR-t, hogy fölépítik úgy, hogy egy igazi show legyen, és a NASCAR futamokon 2 órán keresztül nagyjából 3 centire száguldanak az oválpályákon egymástól, mit tudom én, 360 km/h sebességgel. Hát igen, itt a Priator elmondta, és ebben tök igaza van, hogy például meg kellene szüntetni a rádiózást a csapat és a pilóta közben, mert ugye utálta a monakói futamot, ahol ugye hát Hamilton egész egyszer rossz döntés kapott, hát egy rossz döntés, mondta, neki kihívták, és elvesztette a futamot. Így van, abban egy kicsit egy idő is benne volt, mert fölnézett a kivetítőre, és látta, hogy készülődnek a Mercedes garázsnál. Ami egyébként ilyenkor megszokott protokoll, amikor bejön a biztonsági autópusz, ugye azt mi nem látjuk a közvetítésben, de az bevett szokás a Forma 1-ben, hogy néha kirohannak a csapattagok, minthogyha kerékcserére készülnek, kicsit összezavarják a többieket, mert nyilván figyelik egymást. Hamilton fölpillantott a kijelzőre, és azt mondta, hogy srácok, ezek a gumik vissza fognak ülni, és egyébként már nagyon le vannak rongyolódva, félek, hogyha Fettelt meg Rosberget kihozzák mögülem, akkor támadhatóvá válok. És egyébként ezt a gondolatmenetet pont Ricardo bizonyította, aki a szuperlágyokon meg tudta előzni Räikkönen, még akkor is egy kicsit megtolta. Szóval azért volt alapja Lewis Hamilton félelmének, de abban igazad van, Balázs, hogy beszéltetek arra, hogy mennyi adat áll rendelkezésre. Ezek a srácok ott a pitwallon, a boxban semmi más nem csinálnak, csak adatokat eleveznek folyamatosan. Most a következőt kellett volna csinálni, elővenni egy stoppert, mert egyébként nehezen működött a GPS jel, vagy nem volt jó GPS jel, meg elővenni a józan eszüket, és végig gondolni, gyerekek, Monakóban nem lehet előzni, szenvedjen még 10 kört Fettel meg Rosberg mögöttünk, és ne gyere ki, Lewis. Hamilton akart egyébként kimenni, tehát kicsit ő erőltette rá az akaratát a csapatra, mert az első gondolat az volt a csapatnak, hogy maradj kint. Ugye nyilvánosságra hozták a teljes rádióbeszélgetést, aztán végül is behívták, és ez bukó lett. Visszatérve Briatore-re, abban egyébként egyetértek, hogy nem kéne ennyit rádiózni, és például ugye szigorították is a szabályokat idénre, hogy vezetés technikai tanácsokat nem adhatnak már a pitwallról, a boxból a pilótáknak, hogy hol kell fékezni, meg milyen ívet választon. Igen, ő azt is mondta egyébként, hogy ugye, ami teljesen az, hogy meg kell szüntetni a rádiózást, és hogy nem létezik az, hogy amelyik csapatnak több pénze van, az többet fejleszt, nyilván ők fognak nyerni, venne 5 GP2-es csapatot, GP2-es csapatot, és szerződtetni a legjobb pilótákat, és az övé lenne a legizgalmasabb sorozat, a legjobb pilóták egyforma autóval. És rácsak, akkor megérkeztünk a márka kupához, amihez nem kell messzire menni, mert kimész a Hungaroringre, és a Suzuki Swift márka kupát megnézed, egyébként borzasztóan izgalmas versenyek vannak. És egyébként még csak azt sem mondom, hogy töredékébe kerül a Forma 1-nek, mert összehasonlíthatatlan természet. És szemmel követhető. És a célegyenesben is van értelme megvenni egy drágább jegyet, mert nem csak ennyit látsz, hogy... Imádnám Hamiltonék a 10 darab Suzuki-ban. Nagyon csapatnak. Hát mondjuk kemény. Lassan megérkezünk egyébként a legfontosabb kérdéshez, ami egyébként évek óta terítőt van a Forma 1-ben, hogy mi a Forma 1 leglényege? A fejlesztési, a konstruktőri verseny, ami alapján osztják a pénzdíjakat, teljesen igazságtalan, hozzáteszem, azt is át kéne alakítani, vagy azt, hogy jó versenyeket lássunk. Tehát akkor miért van konstruktőri világbajnokság? Mert egyébként a Forma 1-ben zajlik egy fejlesztési verseny, és miért ne nyerhetné meg az a Forma 1-es világbajnoki címet, ahol amely csapatnál olyan mérnökök dolgoznak, akik olyan zseniális megoldásokra képesek, mint mondjuk annak idején Jenson Button bajnoki évében a Brown volt, hogy a dupla befújt diffúzort valaki kitalálta egy mérnöki asztalnál, és az hozott egy világbajnoki címet. Csak ettől nem lesz izgalmas a verseny.
néző számára. Pontosan így van, a néző számára ettől nem lesz. Na én például azt a szezont imádtam, amikor a Button ilyen nyolcason beúszott, és hogy valahogy ők kimókolták azt a csapatot, az a csapat egy évig volt, festetlen volt, nem volt rajta márkajelzés, az a ronda, fehér, nem zöld autó. És egyszerűen végigverték a világot, mert a Ferrari már nem, a Red Bull még nem, mit tudott, volt egy éves ilyen kis pici kiesés valahogy, és ezzel csak megérkezték a Buttonék. Az egyik legjobb szezon volt. Barátod, és az konstruktőri mérnöki bravúr volt, de tévénéző szemben volt izgalmas. Zseniális volt. Pontosan ez az, tehát hogy miért baj az, hogyha a konstruktőrök versengenek egymással, mert a Forma 1 az mindig is a fejlesztésekről szólt. Ugye Dávid Sándor óta tudjuk, hogy azok a fejlesztések, amik ott megjelennek a pályán, egyszer csak bekerülnek a kocsikba. Azok a hibrid technológiák, amik most egyébként a Forma 1-ben jellemzőek, azok 3-4-5 év múlva ott lesznek. Igen, a csak engem ez mind néző kevésbé érdekel, tehát adjanak egy külön technikai díjat, hogy az Oscaron adnak egy technikai, mint a legjobb vágás, legjobb trükk, bármi, én mind néző élvezem a versenyt, nem? Na ez egyébként felmerült, és most már gyakorlatilag minden második héten beszélgetnek erről a stratégiai munkacsoport tagjai, amiről egyébként Bernie Ecclestone annyit mondott, hogy nagyon sok értelme nincs, mert még a következő megbeszélés időpontját sem tudták eldönteni. Szeretem ezeket az emberek. Az SMC-sek. Nemhogy a Forma 1 jövőjét meghatározó, meg irányát meghatározó döntéseket meghoznak. Egy gond van, gyerekek, és ez nagyon fontos, hogy kódolták a Forma 1-ben sajnos a szerződések által, hogy azok a konstruktőrök, azok a csapatok, amelyek gazdagok, tehetősek, elől vannak, és ezért fejleszteni tudnak, ők kapják a legtöbb pénzt a közös alapból. Még a kis csapatok, akik futam hétvégére szenvednek a túlélésért, alig kapnak valamit, és nem tudnak tovább fejleszteni. Magyarán szóval nyílik az olló a tehetős csapatok, meg a szegényebb csapatok között. Egyrészt az újraelosztást kellene megváltoztatni, másrészt Ecclestonnak az is eszébe jutott, ami neked Balázs, mint az imént beszéltetek, hogy azt mondja majd, hogy ő központilag tervez egy kasznit, mert leszerződik valamelyik motorszállítóval, Mercedes-szel, Ferrari-val, Renault-val, Honda-val, mit tudom én, odaadja annak az istálónak potom összegért, mit tudom én, 10 millió dollárért, amit még pár ők is ki tudnak fizetni, és aztán szerezzél rá támogatókat, szponzorokat a kocsidra, és nyomás versenyezni. Tehát lenne megoldás, csak akkor a Forma 1 egyik leglényegét felejtenénk el, azt a konstruktőri versengést, amitől a Forma 1 minden más versenysorozattól különbözik, és a Forma 1-nek a lényegét adja. De van erre is megoldás, egyébként valóban kellene egy konstruktőri különdíj, akár pénzdíjjal, és aztán legyenek olyan csapatok, akik megvásárolhatják a készkasznyit, a készerőforrást, és vívjanak egymással jó futamokat, és akkor mi is jól járunk. Az nem lenne megoldás, hogy mint az ötusában sorsolnak az autókat, ahogy ott a lovakat? De jó lenne, hogy izgalmas lenne. Legyenek külön az autók, de mindig sorsolnak, megnézzük, hogy jobb pilóta mit csinál egy rosszabb autóval. Előtt ez azért Toto Wolffnak az arca, amikor egy Roberto Merhi kihúzza a Mercedes-t. Most eszem, hogy egy Felipe Nasser, aki most Montreában úgy törte össze az autóját, hogy meg akarta melegíteni a gumikat, elkezdte rángatni a kocsit, és véletlenül rátenyerelt a DRS gombra, és neki ment a falnak az egyenletbe. De előfordult, tehát most nem vagyok szemét, ez benne van. Szóval ez is felmerült, sőt az is felmerült ugye korábban, hogy mesterséges esőt csináljanak, hogy Ecclestone, amikor úgy tartja úri kezdve, akkor megnyom egy gombot, és akkor az öntözőrendszer beindul, ez mondjuk a 6-os, vagy a 8-os kanyar. Éhezők viadala jelleggel, igen, ez már ilyen Jennifer Lawrence, igen, meg ilyen Arnold Schwarzeneggeres. Viszont azt mondta Briatore, az is jó, hogy ezek a hosszú futamok dögunalmasak, hogy két 40 perces futamot kellene csinálni. És igen, interjúznak közben, beülnek, újra mennek kétszer 40 percet, halálra előzik magukat, versenyeznek is valóban. Két és fél óráig szúnyogkálunk sokszor, azért ez nem jó. Merjük kimondani, hogy ez a délután 2-es rajtidőpont, ez régen biztos, hogy jó volt, meg működött, de azóta már tehát nem. Ebéd után, amikor az ember kajakómában van, akkor természetes módon megnézi a rajtot, aztán bebólítja. De csak az segít, hogy üvöltesz. Én néha arra riadok föl, tényleg imádom, mert na jó van, Zoli, köszönöm. Amikor van valami, akkor próbálok finoman jelezni a bóbiskoló. Finoman. Szeretem, mert arra megriadok kicsit. Jó az. Na, de hogy nézd meg, például a Mihály Sznorbiéknál a VTCC-ben ezt már évek óta bevezették, hogy ne egy futam legyen, hanem kettő közt, egy negyed órás és fél órás szerelési szünettel, azt majd mi megtöltjük elemzéssel, interjúkkal, olyan, mint két fél idő. Persze, maradjál már kilógaló láb, nem tudod már kibeszélni az üres járatokat, csak azért támogatok. Már mindent elmondtál 10-szer.
De hogy mi a legizgalmasabb része a Forma 1-es futamnak? A rajt. Ezt mindenki tudja. Akkor legyen kétszer 45 perc. Menjenek 45 percig. Egyébként ugyanezt csinálják, mondom, a VTCC-ben, vagy a GP2-ben is, GP3-ban is két futam van, igazok két különböző napon, de legyen egy negyedórás szerelési szünet, és még egyszer megnézzünk egy rajtot, akár egy fordított rajtsorrenddel, ahogy például a VTCC-ben csinálják, a Túrautó VB-ben. A tizedik helyen végző pilóta, a kvalifikáció tizedik helyen végző pilóta a második futamon pólból indulhat. És azok, akik baromi gyorsak voltak az időmérőn, azok legyenek rákényszerítve arra, hogy előzgetniük kelljen a futam közben, mint ahogyan egyébként most Felipe Massa meg Sebastian Vettel csinálta Montreában, hogy a vezető legvégéről egyébként bravúros módon jöttek előre. Igen, tényleg olyan az egész, mintha nagyon nagy csili-vili dolog lenne, száguldó cirkusz, iszonyat pénzzel, de mintha elfelejtettek volna kicsit haladni azzal, hogy a nézőnek közben az igény szintje egész egyszerűen megváltozott. Abszolút. Rövidebb, intenzívebb dolgokat akarunk látni, pulzálóbb, izgalmasabb dolgokat, ami tényleg jobb, mint hogy két órán keresztül ölik egymást. Bár csak részben, mindig ölik egymást. Így van, részben hosszú távú megbízhatósági versenyek lettek, amilyen a Le Mans 24 órás, meg amilyen a World Endurance Championship, mert van ilyen bajnokság is, ott van benne a Toyota, a Porsche és meg annyi nagy gyártó, ők ilyen 6, meg 4, meg 8, meg 12 órás versenyeket futnak, ahol egyébként tényleg szempont az, hogy hogyan tudsz takarékoskodni a gumival, meg az üzemanyag. Ugye ez a másik, ez az üzenet, hogy miközben zöldíteni akarják a formáját, és ezzel én alapvetően egyet tudok érteni, de az autóversenyzés, amikor ezt a szót hallod, akkor nem az ugrik be első sorban asszociációként, hogy a gumira meg az üzemanyagra vigyáznod kell, mert spórolni kell vele, hanem az autóversenyző az azért az, mert kinyomja a technikának a szemét, kihozza belőle a 105-110%-ot, és az utolsó leheletéig küzd azért, hogy megelőzze az előtte levőt. Ebben nem fér bele a gumispórolás. Ahogy a Fernando Alonso most Montrában vissza is szólt egyébként a csapatnak, hogy hagyjátok a fenébe, nem fog spórolni most, amikor versenyzek, vagy és sportolunk, hagyjatok békén. Szegény Alonso. Én őt úgy kedvelek, én még elmondom, hogy neki annyira drukkolok. Alonso, amit most átélhet, egyébként szerintem ettől biztos, hogy jobb emberré vagy versenyzővé válik, de az a szenvedés, ami most körülötte van, meg ott a McLaren Honda-ra jellemző. 5 év után ott hagyod a Ferrari-t, azonnal feljavul a Ferrari, Fettes simáhozott dobogós helyeket, te meg egy McLaren Honda-val szerencsétlenked, szegény. Ilyesztő. Két kérdés még, ami nagyon fontos, mi van a kerítéseddel és mi van a pizsamáddal? Hát gyerekek, nyár van, úgyhogy a pizsama lekerült. Igen? Sajnos, mi a nyári szett? De csak az alsó. Hát az boxer sajnos. Nagyon helyes. A kerítés rendben van, éppen tegnap ellenőriztem ott a hátsó udvarban. Elkezdték benőni, a különböző kacsok így megkapaszkodtak benne, de alapvetően tartja magát, tartja a frontot. És így hetente egyszer végig miért? Tehát hetente egyszer azért ellenőrzöd a kerítést, nehogy baj legyen? Megütögetem. Megyek a két őrkutyával, a CB rádióval és fekete ruhával öltözök, kifestem az arccal, kommandolsz és végig megyek. Mikor játszunk? Hát valamikor ide először rakjuk össze. Figyeld a kamus, ohaj! Valamikor. Most először bizonytalanodott el a beszélgetés. Igen. Fél éve nem volt a kezemben, te visszük, de fölhúzom magam, fölszívom magam, vagy valamit. Gondolom, ez pont úgy hangzott. Jól van, Zoli, vigyázz magadra. Gyokovics, ha zöttolsz. Láttad? Láttam, persze. Figyelj, szétesett, legyünk őszinték. Hát szerintem Wawrinka földön túli de volt. De kár, hogy erre most már nincs időnk, sajnos. De erre mindig van, Zoli. Mondja csak, parancsolj. Ennek a hírek űrtenis volt. Wawrinka olyan ihletett állapotban játszott, ami miatt egyébként érdemes bármilyen sportot nézni, mert ilyen nagyon kevés alkalommal történik meg egy sportolóval. Szerintem elképesztő volt. Így van. Aki kihagyta a minden idők legjobb Garros döntője, vagy egyik legjobb, a harmadik szettet még azoknak is, akik egyébként nem szeretik a teniszt. Tehát Gyoko Wawrinka harmadik szettjét nézzétek. Meg, Jani Feri házi feladat. Valahogy föl tudom dolgozni, ha nem látom. Zoli, nagyon köszi, vigyázz magadra, jó munkát. Gyeretek, bármi van, hívjatok, és kellemes nyarat mindenkinek. Neked is. Szia, Zoli. Köszönjük szépen. Ciao, Zoli. Hello. Hello, hello. Figyelj, ha nem szólnánk nekik, akkor lelőhetetlen lenne. Akkor még így 3-4-10-kor még ide kapcsolna valaki, miután elkapcsol, és azt látsz, hogy... És akkor ezt hallgassatok meg. Juan Manuel Fangio azt mondta Giuseppe Farinano. És akkor így, na jó, van, akkor megtalálom. Csak várátok való tekintettel nem mentem bele a teniszbe. Egy kicsit részletesebb. Köszönjük szépen. Mit játszott Wawrinka a harmadik szedben. Küldjön egy SMS-t az, aki szintén hálás egy. Már a beszélgetés elején, amikor még szó nem volt teniszről,
egyenesről, csak arról, hogy hívjuk a Szújót, és hogy én elmondtam, hogy szerintem mostában kicsit unalmas a Forma 1, és hogy mindjárt Zolit faggatjuk, hogy miért is van ez így. Már jött az SMS smiley-el minden nélkül, jobb, mint a szaros teniszed. gondold el ezt a mentális állapotot. Igazad van. Amiben egyébként ő van, de hát nyilván, hát ezért érdekes ez a dolog, mindenki más, hogy gondolja. 9:09 volt pontosan, 6 perccel jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan. 3 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis kvaps. Egy kvaps. 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 De ez a dal egyébként jó. Szerintem jó. Ez egy jó hangulatú. Ez egy jó dal. Egér út befelé trafi a szokott helyen, és az M7-es autópálya 132-133-as kilométerek között a középső elválasztósából két kamerával mérik mindkét irányban a Budapest és Nagykanizsa felé haladók sebességét is. Buszos Jani, drága vagy, hogy elküldett, köszönjük szépen. M1-esen Pest felé egy kamion pihen az árokban a 92-es kavicsnál, és a 10-es útról helyzetjelentés, iskola, táskás gyerekek sétálgatnak az Ossan körforgalom mellett és az út szélén. Vörösvárról beérni busszal az Árpád idig legalább 2 óra. Na így vannak, elindultak busszal, nem ment a busz, lesz, hát mondom, besétálunk ennek a suliba. Istenem. Kíváncsi vagyok a főnökön, mikor unja meg a sok késést. Dóri. Még egy hónap, Dóri, legalább. Igen. Beszéltél a főnökével? Nem, igen. Nem. Hanem tudod, a 10-es. Ja, tényleg. Hát ha elkészül. Emiatt nehéz ez a dolog. Na mindegy, nem még vele. Játszunk, jó? Hármas ugrást egy játékosunkkal, már itt is van. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Szia! Hello, Jani! Hello, szia Balázs! Itt a Feri meg a Jani. Hello! Hagyd a csodát! Hello. Jani, honnan hívtál minket? Csorna. Csornáról, ott is van trafi mindig Csornán. A belterületen. Igen. Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Festő vagyok, ablakokat, ajtónkat festünk. Festesz. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem, a legvihetőbb a héten. Na, leszámítva a tegnapit. Leszámítva a tegnapit, a holnapit és a péntekit. Na nézzük, így szól az első kérdés nyakba akasztóért. Melyik sportágban nevezik a mérkőzést asszónak? Vívás. Így van. Így van. Van itt minden. Visszatekert az így van. Azért hallottam kétszer. Annyi gomb, gyerekek, annyi gomb. Menjünk tovább? Igen, persze. Így szól a második kérdés. Hogy nevezik a földközi és a vörös tengert összekötő csatornát? A földközi tengert és a vörös tengert köti össze ez a csatorna. Melyik csatorna ez? Suez. Te jó faj! Utolsó utáni pillanat, már majdnem. Én már láttam megfeszülni Balázs új begyét. Bizonyám. Hatalom vagyunk, csak tudjuk a kérdéseket. Na, mi legyen a harmadika? Mehetünk tovább. Így szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Milyen mitológiai állat látható Budapest címerében? Nem létező, kitalált. Valami? Van egy oroszlán és egy... Egy nem oroszlán. És egy nem oroszlán. Egy nem oroszlán. Ez egy griffmadár. Griffmadár. Ez nehezebb. Nehezebb kérdés volt. Na, de lehet még bumozni, mert hogy van egy bumszoftverünk. Bizonyám. Már önálló életre is kelt, mint a Skynet a Terminátor 2-ben. Egyszer a bumb... Egyszer a bumszoftver fog ellenünk fordulni. Mondtál valamit? Persze. Mit mondtál? Mennek az ajándékcsomagok tiki-taki, ez még ugye nem hangzott? Most meg rábeszél. Hát nem tudja értelmezni a szoftver, ha egyszer két hang van, nyugi. Csend kell neki. Jó. Oké. Na figyelj, mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Figyelj. Na most, jaj, bocs, most meg én rábeszéltem, ne haragudjatok, elnézést. Csend kell a szoftvernek, csak akkor értékeli a bumot. Mehetünk? Persze. Visszaszámolok, jó? 3? Jó. 2? E? Bum! Hogy? És mindig sem. Oh. És most elsült. Kora lövés. De ez most rám sült, vagy rád sült? Azt a mindenség. Életbe. Azt a mindenség. Kaptam a ja. Gyerekek. Na. Hol? Mit mutat? A kutya fáját. Nálam valamit jelez. Nálam is. Mit jelez? Két halál. Jaj, ez nem. Hoppá, itt a hajnal! Legyél kakas! Nálam jelez a szoftver! Nálam is! Igen? Igen, hogy nem működik! Ja, hogy nem működik! Mindeni! Jani, megvan az ajándékcsomag! Finn a szoftver! De jó vagy! A
betyárját! Köszi. Na, jó van. Mi jobban örülünk, mint te. De hogy is? Azt hittem, kicsit jobban fogsz örülni. Csináljuk a hype-ot, adjuk az effektet, nyomok mindent, ami világít, érted? Én azt hittem, hogy újra kell éleszteni. Minden megy. Köszi. Oké. Köszi, jó, küldjétek. Megyünk vissza festeni. Megyek, mert szárad a tapéta. Janikám, ahogy te örülsz, embert nem hallottunk még így örülni. Küldjük az ajándékcsomagot neked. Vigyázz magadra. Megérdemled. Jelzett a szoftver. Szia. Ciao. Hello. Figyelj, Zsúr, ez a kakasnyerítés most az emberünktől a kakas? Nem? Nem, ez egy hagyományos kakas. Kakasnyerítés mondta. Ez a kakasnyerítés az a lótól van, ami az a kakas, hogy nem ló, de ember? A szárnyas ló az a Pegazus. Tegyük már ide föl a hangutánzó emberünknek a különböző állathangjait. Jó. Miért nem örült a játékosunk? Nem tudom. Mert szólt ennek, hogy menni kell visszafesteni. Na, olyan fura. Viszont ne írd majd rá a gombokra, hogy melyik gomb melyik effektet tartalmaz, hanem rakjál rá egy ilyen kis ikont. Lóra lót, kakasra kakas. Na jó, de ez kakas ember, akkor hogy? Ember is kakas? De örülj neki, nem ezt nyomtam a Boom szoftver, hogy... Mit befuttuk, ha? Ezt is nyomhattam volna. Na, 9 óra után vendégünk lesz, érkezik hozzánk Korkai Zoltán, állatkoordinátor, gyerekek. Az ő szakmája nagyon érdekes. Filmes állatkoordinátor, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a sajátos és saját módszerével éri el, hogy a jószágok jó rész ösztönösen végezik az adott feladatot egy-egy filmben, és hát gyerekek Richard Gere-től, Anthony Hopkinsig, Gerard Depp párgyőig, mindenki vál. Jean-Claude Van Damme-ig. Így van vele, nem? De hogy yep. Vele is. Igen, sok kosugig mindenkivel dolgozott már, úgyhogy vele készítünk majd egy interjút, meséljen nekünk, hogy idomítja az állatot, kikkel dolgozott már együtt, és egyáltalán mi kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen szép hivatást végezze. Ha láttok egy filmben 6 darab farkast jobbról be, vagy balról, akkor nem sokára megjelenik Kevin Costner. Akkor ott kell a közelben lenni Zolinak is. Így van. Na, úgyhogy Horkai Zolival beszélgetünk. Ákos, híre jutam. Csatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, jó reggelt. És folytatjuk tovább a műsort. Mit csinálsz? Hello, főnök. Arrébb jött ki? Kicsit Balázs. M7-es 132-es kilométer körülnél mérik a Budapest felé haladókat. Vigyázat, kitettek egy 100 kilométeres táblát. Előtte nagyon bajba lehet a magyar költségvetés. Drizz küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy mi van még. Rengeteg játék SMS. Köszönjük. 31-es Jászapát és Heves között a javítások miatt lassú, Darus Ati küldte nekünk, Egér út befelé trafi a szokott helyen, és az M1-es Pest felé egy kamion pihen az árokban, úgyhogy ott is vigyázzatok, és menjetek lassan. Gyerekek, iskolás gyerekek sétálnak a 10-es úton már befelé, és rengetegen inkább gyalog mennek, mint hogy autóval menjenek, mert hogy 2 óra bejutás, úgyhogy... Hát holnap felhívjuk, tényleg ígértük, de holnap rácsörünk a Lopper Danira, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet a 10-es úttal, mikor adják át a körforgalmat, és mi lesz. Mert hát ez úgy néz ki, hogy biztos halad, megépítik, nem azt mondom, csak közben minden nap kapjuk az SMS-eket. Rengeteget, hogy nagy a káosz, és segítsünk, úgyhogy holnap Lopper Danival beszélgetünk, jó? Hát, ha megtudunk valami hasznosat. És a srácokat meg szerintem azért ne engedjétek el így az út mellett, mert értem, hogy nem nagyon halad a forgalom, de. Nem? Hát... Te örülnél, ott sétál a gyereket a 10-esen? Ennyien szólva sem. Dani, ha hallasz minket, készülj. Menned kell a gyerekekért. Jönnek már a rendőrök, gyerekek? Most látom a borscikben, hogy nem sokára rendőrök visznek el, megkérdeznek, és nyomoznak. Bizony. Láttatok már rendőröket a stúdió előtt? Szóljatok, ha itt vannak. Nem, mindenképpen. De akkor menekülök. Hát de bilincsbe vernek majd. Bújok, rohanok, vigyázzatok. Tudom, hogy mit kell tennem. Tudom, hogy mi az állampolgári kötelesség, ha kérdezik, hogy merre vagy, majd megmutatom a budin. Neki. Ha igen, itt van benne, ja, nem ez a felin passzus. De rohanok. Szemetek.
bement 10 perc a budira, és nem jön ki. De áruljál el, ha jönnek a rendőrök, mert azt olvasom, itt most már komoly, komoly bajban lehetünk. Na, ahogy ígértük, vendégünk van itt a stúdióban, ráadásul nem egyedül jött. Hát, ez az, aminek nem örülök. Igen, és érdekes, hogy milyen itinereket kaptunk, hogy mi ne legyen a stúdióban. Horkai Zoltán, filmes állatkoordinátor a vendégünk. Hello, Zoli, jó reggel! Ciao. Hoztál magaddal egy igazi farkast, gyerekek. Nem farkas kutyát, nem farkasnak látszó állatot, hanem itt most bent a stúdióban, Feri legnagyobb örömére egyébként, egy jól megtermett farkas kolbászol csak így itt a lábunk között. Mert nagyon aranyosan azt is megtetted, mert a mi barátunk vagy, Zoli, köszönjük, hogy levetted a pórázt a nyakáról, a csávó vagy hölgy? Egy csávó, igen. A Nelson, csávó? Balázs felé közeledik lehet. Nelson admirális mögöttem leföl, de most kiszúrt téged igen. Magának. De kedvel úgy, egyébként úgy néz ki. Tehát jó, hogy ülsz, mert így nem tud a seggedbe harapni. Tetszett a felirat, amit Juli nekem ideért így a cikk alá, hogy kaja ne legyen elődje, gyermek ne legyen a közelben. Ezt te kérted? Igen, ezt én kértem, mert ha kaja van elől, akkor azt megeszi, meg itt felugrik az asztalra, ott látom, hogy ott a csészél, úgyhogy... Ez a kávé, igen, amit kávé, ittam, illetve az egy kis zabot ettem. Mindegy, lehet, hogy fölmegy. Egyébként, ha oda dugod az orral, akkor ki is nyalja a bögrét. Tényleg? Kávézik? Szép tiszta lesz, így van, odaadhatod a Janinak utána. Az, hogy gyerek ne legyen itt, az meg azért van, mert tudtam tegnap, hogy ezt hozom be. Nem, nekem is van kettő. De ő viszont igen. Tehát ő nem komoly. Nem szeretjük? Perc, és ezt egyszerűen el kell ismerni. De miért? Mert kisebb, mint ő, és az zavarja? Vagy prédának tekinti. De nem mindegyik van így vele egyébként. Tehát ez például marha jó kijön az egyik muflonommal, és az ugye egy ilyen prédaállat kéne, hogy legyen neki. Érthetetlen módon ez tök jobban van vele. Tehát ha összerakom a kettőt, akkor nem bántják egymást. Időnként a muflon úgy oda stukkol egyet neki. Tudod, ez a csigás állat. Tudom, igen, igen, azért igen. köszönöm, aranyos vagy. Minimális biológiai ismereteim vannak. Igen, már ütöttem is Google képkeresés muflon, megvan. Az a csigaszarvas, a csigaszarvas, köszönöm. Meg úgyis tudjuk, hogy neked is a Szilágyi mutatta meg, hogy melyik a muflon. Persze. Ők együtt nőttek föl, azért szeretik egymást? Mert mindig azt hallom, hogy amikor egy kutya macska jóba van például, akkor ugye kiskoruktól kezdve együtt vannak. Ők is kiskoruktól? Nem. De a macskánál sem, meg a kutyánál sem feltétel egyébként. Ha a kutya nem érte macskának a jelzéseit, az a legjobb, mert akkor nem tudja, hogy mi van, és akkor lehet, hogy nem bánja. Meg gondolj bele, Feri, hogy te is hány kis malacsal nőttél fel együtt, aztán jött ez a végzetes nap. Istenem, akkor még nem tudták. Az állatok ellen fordult egyet. Zoli, az, hogy valaki filmes állatkoordinátor, az mennyiben különbözik attól, hogy valaki állatidomár? Hű, én ezt a szót nem is szeretem. Tehát megkülönböztetem az idomárt, a kiképzőt, meg a koordinátort. Mi is képzünk állatokat, csak ezeknek a vadállatoknak a hajlandósága arra, hogy ezt a feladatokat megcsinálják, amiket tanulnak, az egy kicsit más, mint a képzett domestikált állatoknál, hogy ezek nem emberfüggők. Az idomár az pedig nekem valahogy mindig ez a cirkusz jut róla eszembe, a régi idő cirkusza, ahol még mondjuk ilyen nem túl pozitív módon nevelték az állatokat, hanem inkább negatív ráhatással. Ostorra. Mondjuk ostorra. De mit tudom én, a medvénél próbálták kihozni ezt a Pavlovi reflexet, hogy álljon föl, tüzes vasat tettek a lába alá, közben mutatták a kezüket, hogy na föl, és akkor a medve megtanulta, hogyha mutatják a kezüket, akkor jön a tüzes vas, tehát föl kell állni. Tehát mi ilyeneket nem csinálunk. Tehát mi inkább koordináljuk az állatokat, már csak azért is, mert ez egy ragadozó, embertől teljesen független, nem domestikált jószág, és mint említettem, nem mindig akarja megcsinálni azokat a feladatokat, amiket kérünk tőle, de mégis a rendezőnek nem mondhatjuk, hogy na most ezt nem fogja megcsinálni. Uh-huh. Tehát valamilyen úton, módon igen. Ki kell belőlük csalni. Jó, arról majd beszélünk, nyilván odaérünk, hogy milyen trükkök vannak, hogy ha a rendező tőled olyat kér, hogy tudod megcsinálni, amit olvastam, itt azért vannak érdekes rendezők és érdekes kérések. Viszont ami nagyon érdekes, hogy te már gyerekkorodban mondtad a szüleinek, hogy te szeretnél egy farkast, mert azért ez nem olyan, hogy egy játékot, egy matchboxot, egy nem tudom, egy katonát, tehát ezt azért így ritkában mondják. De szerintem ez olyan, mert olyan persze. Vagy a sok gyerek kér, de kinövi. Tehát, hogy van, aki kinövi, van, aki nem növi ki. Nem tudom neked megmondani egyébként, hogy miért pont a farkas, ezt sokan megkérdezik, de szerintem a kisgyerek sem tudja megmondani, hogy most miért balettozni akar, vagy miért éppen boxolni, tök különböző a kettő, de valamelyiket akarja, vagy éppen nem. Inkább azt tudom mondani, hogy talán még nem tudtam olvasni, nagyanyám olvasgatta nekem ezeket a Jack London sztorikat, aminek ugye a valóság alapja nem nagyon volt, hogy a, mit tudom, a Buck az egy, de a fehér agyar. De szerettem, persze. És a filmváltozata is milyen jó igen, volt egyébként. Igen, kutya-farkas keverék, mert azért a vadonban a kutya az inkább a vacsorája a farkasnak, mint a hálótársa.
Ezért is nem szaporodtak el ezek a hibridek mostanában. Na, a lényeg az, hogy akkor engem valahogy ez megfogott, és aztán később egyre többet tudtam ezekről az állatokról, és aztán, amikor már több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem, együtt kezdtem velük élni, akkor ez a szeretet, vagy ez a szerelem, ez egyre erősebb. Hány állatod van most összesen? Hát több mint 100. Több mint 100? Több mint 100. Farkasból mennyi van? 18. Mi a legkülönlegesebb a 130-ból? Hát mindegyik más, tudod, farkasból is van, amelyik különlegesebb, van, amelyik kevésbé, van, amelyik közel áll a szívedhez, van, amelyik nem. Tehát aki azt mondja, hogy nincs kedvencem, az hazudik. Tehát ti is egymást nem egyformán szeretitek. Nem, tehát... Na, jó, de hogyha most azt mondod, hogy te a legkülönlegesebb egy gyöngytyúk. Mert az, ami a legintelligensebb. Volt egyébként ilyen, pont egy gyöngytyúk, az sajnos a párja az bekeveredett a vaddisznókhoz, akik csúnyán végeztek vele és megették. És aztán ez a gyöngytyúk összeállt egy befogadott kutyánkkal, egy erdőterjérrel, és együtt aludtak. Hát ez egy ilyen furcsa dolog volt. Ilyenek vannak, ilyen előfordul. De hát az egyik kedvencem, talán a Hogenennek egy rokona, egy fiatal 5 éves jószág, meg van egy medvém, a Brumi. Brumi. Az egy nagyon jó fejállat. Hát azt egy Brumi otthon, az mindig jól jön. Gondolom, hogy nem egy szobakonyhában mulatjátok az időt, azért így 130 állattal. Nem, tehát az előszobában. A 8. a Csontvárin. Egyébként nevetni fogtok, van olyan, aki tartott vadállatot lakótelepen, és annak a lakótelepi vadállatnak, ez egy emlős állat volt, most nem mondjuk, hogy milyen, ez nem a reklámhelye, de a lényeg az, hogy ez a vadállat ott élt a családdal. És mondjuk egy ilyen farkas kaliberű állatot képzeljetek el, csak mondjuk macskaféle. És ez az állat ott élt a lakótelepen, tök jóban volt a gazdival, meg a vele egy idős kisbabával, a gyerekkel. Mindaddig, amíg el nem költöztek egy kertesházba, kirakták a jószágot, és ott megült. Tehát, hogy már nem lehetett együtt a családdal, nem vitték le minden nap sétálni, nem foglalkoztak. Mindenki azt hitte, hogy hú, ennek az állatnak sokkal fontosabb a mozgás, túrót. A mozgás az mindig attól függ, hogy a terület eltartó képessége mekkora. Hogyha ő egy szobakonyhába kapja meg azt a kaját, amire neki szüksége van, és azért néha leviszik sétálni, meg foglalkoznak vele, akkor erre neki sokkal nagyobb igénye van, mint arra, hogy ő kilométereket fusson körül. Na, azért mégse tartsunk lovat a havannál, nem? Tehát, hogy azért persze lehet szocializálni, de azért, hát azért van kivétel, ugye a Bodz Zoltán állat és növénykert. igen. Hogy néz ki egy jelenet, amit ti megterveztek? Te előre megkapod nyilván napokkal, hogy a rendező mit szeretne látni. Úgy gondolnám, hogy ő nem szól abba bele, csak ő a végeredmény szempontjából szeretné azt látni, amit ő elképzelt. És te megtervezed a jelenetet, kiválasztod a megfelelő állatot, a 8 farkasból az egyik, amelyik azt meg tudja csinálni, és elmondod a rendezőnek, hogy te ezt így oldod meg, vagy te ezt így szeretnéd, vagy így lehet jól színésszel és állattal megoldani egy bizonyos jelenetet? Persze, ezt nagyon jól látod, csak nem napokkal előtte, hanem gyakran hetekkel, hónapokkal, sőt van, amikor egy évvel előtte megkapom már a scriptet, vagy akár a storyboardot is. Átadják, és akkor mi összeülünk egy konzultációra tulajdonképpen a rendezővel, az operatőrrel. Ők ketten a legfontosabbak, mert ők látják, hogy hol akarják mozgatni az állatot, és amikor már van helyszín, akkor egy ilyen helyszíni szemlére is elmegyünk. Épp a napokban voltam egy ilyenen, és ott nagyon át kell rágni pontosan, hogy mit akarnak látni, és akkor mi tulajdonképpen castingolunk. Nem feltétlenül mindig az én állatommal dolgozok, tehát van olyan eset, amikor egy másik állat jobban végre tudja hajtani a feladatot, vagy vannak olyan feladatsorok, mondjuk egy farkas támadás, ahol több állatot is használok, akik nagyon hasonlítanak egymásra. Az egyik jobban ugrik az idegen emberre, a másik viszont jobban vicsorít, vagy jobban áll meg egy helyben. Amelyik jobban ugrik, az sokkal nehezebb rávenni arra, hogy egy helyben maradjon. Tehát vannak... Mondanál konkrétumokat, hogy hogy veszel rá egy állatot például, hogy ugorjon? Olvastam egy olyan jelenetet, ahol a kamera fölött kellett átugrani, mert a rendező ezt kérte tőled. Különböző ugrások vannak, nem fogod elhinni, de van mit ugyanúgy, mint mondjuk a sportban. Van, aki rúd nélkül ugrik, meg van, aki rúddal ugrik. Most egy asztalra fölugrani ugye egész más, mint egy asztalról elrugaszkodni és ráugrani egy színészre. Fiatal színészek nagyon bevállalósak, és azok szeretik magra ugratni az állatokat. Na, szóval fölugrani egy asztalra, mikor szokott ilyen lenni? Olyankor, amikor azt kérik, hogy ugorját a kamerát. Ez az a része egy támadós jelenetnek, amikor ráugrik a pasira az állat. Na, azt például, hogy oldod meg? Tehát láttunk egy kamerát, a kamera felé ugrik az állat, de ott állsz a kamera mögött? Ugye a kamerát, azt jó esetben kikerüli az állat. Mert nem hülye, hanem farkas, mondjuk, és akkor kikerüli, tehát neki a legkényelmesebb utat választja. De ez a kamera be van téve egy szűk asztal alá,
és te az asztalra akarod felugratni az állatot, és az a farkas is akar ugrani, mondjuk azért, mert ott a kaja van, akkor föl fog ugrani, és pont ott fog felugrani, ahol a kamera van alatta. Volt ilyen egyébként, a Nicolas Cage-re forgattunk egy itthon forgott filmet, ez a Boszorkányvadász, szegény, már ő is megvan. Van, és ott azt akarták, hogy ugorjon fel a farkasa, vagy ugorja át a kamerát, mert az milyen jól néz ki, futásból. És akkor megföldobtuk a kaját az asztalra, a kamera bement az asztal alá, farkas jött, hopp, felugrott, tök jó volt, de hát sebességet akartak váltani a farkason, hogy kicsit tempósabban fusson. Ez januárban forgott, de földobtunk az asztalra egy tüzelő szukát. Na, hát ez felgyorsította az alfagat. Az, hogy fölraktatok egy szukát, persze, és a farkas gyorsabban az ugrat. A lényege a egésznek, ezt kérdeztétek tehát az elején, hogy mi az idomítás meg a koordináció között. Tehát igazából az én ötletem az ő ötlete. Ez nem a saját ötletem, ez Pepper Elié, nagy lovas emberé. De a lényeg az, hogy az én ötletem az ő ötletet, tehát ezt magától hajtja végre, nem is tudja, hogy én akarom. Nem is tudja, hogy én kérem tőle, tehát, hogy motiválod, hogy az neki tehát tetszen, ez egy olyan nyilván. Motiváció, persze, hogy ezt ő magától megcsinálja, és aztán még akartak egy sebességváltást. Még ez sem volt nekik két elég. Két tüzelőszuká. Plusz a kaja. Az is jó lett volna, de akkor a két tüzelőszuká jó esélye kinyírják egymást az asztalon. Ezért föltettünk egy alárendelt kant az asztalra, aki már ugrotta volna a szukát, ezt a vezérkan nagyon rossz néven vette, úgyhogy még gyorsabban szaladt, és akkor ez így már elfogadható volt. A színészeknek milyen kapcsolata van az állattal? Ők találkozhatnak, félnek tőle, nagyvilágsztárokról van szó, barátkoznak velük, be vannak csokizva, és csak a jelenetre mennek oda. Tehát tudsz változó, mondani pro és tök kontra? Tök változó. Anthony Hopkins-a forgatunk itt, az marha jó volt, mert az egy nagyon intelligens, nagyon okos, nagyon jó fejember, és nyitott volt mindenre. Hát csak megeszi az emberek máját. Nem magát. Hát, ugye? Nem mindig kanibál. Hát itt macskával forgatott, úgyhogy nem bántotta a macskákat. Nagyon kedves volt velük. És hallgatott ránk. Tehát megkérdezte a véleményünket, hogy akarjátok ezt csinálni? Mit kell csinálnom? Mit tegyek ahhoz, hogy ez sikerüljön? Tehát nem a saját sikere volt a fontos, hanem a produkció sikere. És hogyha így indulsz neki, akkor ez jó dolog. Aztán voltak olyan színészek, akik az előző filmükben pont kutyával dolgoztak, és úgy gondolták, hogy ők már mindent tudnak, és feltett szándékuk volt, hogy ez egy Szabó István filmben volt az Ajtókban, hogy a kutyával nekik mindenképpen össze kell barátkozni. De az első jelenet, ami volt, az volt, hogy ez a hölgy ez fogja a kutyát, és akkor a kutya húzza, és őnek egy marha nagyot kell esni. Na most, ha megbarátkozol egy kutyával, akkor az már nem fog úgy húzni, én hiába hívom, mint hogyha nem ismerne. Tehát mondtuk, hogy az első jelenetnél még ne simogassa meg a kutyát, ne ismerkedjen meg vele, majd utána. Nem ő neki meg kell ismerni a kutyát. Tehát vannak olyanok, akik hallgatnak rád, és jó velük együtt dolgozni, aztán vannak olyanok, akik nem hallgatnak rád, és akkor nem olyan jó. A legrosszabb, akik félnek. Volt ilyen? Hogy? Kicsoda? Fél, és akkor... Hát a Gerard Depardieu az elején fél, de aztán... Nem, aztán már így volt valami. Milyen állattól, az sem mindegy. Ugye egy medve a Nezontól, aki most már valahol ott fekszik körülötted. Itt van mellettem. Látod? Egyébként igen, sűrű mellett. Téged most már kötődik is hozzá. Ha oda bújt a lábadhoz, akkor... Akkor itt marad Jules nálad. Itt marad, hazavihet-e. Szóval Depardieu félt, hogy nem elég részeg a jelenethez? Igen, félt, hogy nem elég részeg, és ma volt vele dolgozni. Hihetetlen, hogy még ilyen állapotban is úgy vág az agya, és olyan marha jól, ez állandó részeg volt. Tényleg? De mindent eljátszott részeget. Szerintem olyan, mint a részeges karatés, hogy imádom. Csak akkor tud dolgozni. Dolgozta Jean-Claude Van Damme-mal, ő is egy állatos jelenetben volt. Hát neki ő oda sem jött. Félt? Tehát, hát igen, azt látod rajta, hogy fél. Milyen állattal tudom, volt most együtt? Hárman kijöttetek, rögtön levettem, hogy ki az, most nem mondom. De én mondtad, hogy nyugodtan, mert én neked is elmondtam, ez egy vadállat. Tehát, ha nem jön oda és nem kérdez rá, akkor nem fogja tudni, hogy milyen a jószág, és ő oda se jött inkább, úgyhogy neki hát a jelentben csak a lába lett volna, úgyhogy az én lábamat tették be. De mi egy farkassal együtt a zsákosnál? Egy reklámba kellett igen szerepelnie, de hát így is nagyon nehezen mondta el a szövegét, nemhogy még farkassal. Jó, nem gondolná az ember, Jean-Claude Van Damme egy nagyon barátságos farkastól például megijed, nem? Hát azt gondolnád róla, hogy azért ennél egy kicsit bátrabb. Ő azt legyőz, így van, de hát nem az volt. Viszont olyan emberek, akikre nem gondoltad volna, azok nagyon, nagyon bátran viselkedtek vele. És mondom még egyszer, fiatal színészek, akik feltörőbe vannak, azok nagyon sok mindent bevállalnak olyat, hogy a farkas alá kerülnek és verekszenek vele. Ilyen volt például Hugh Dancy. Aki, és Husztics Mátyás. Még a Lutrába. Nem volt farkas.
Úgyhogy érdekes. Tehát az Ed Harris az például nagyon jó fej volt, a Colin Farrell az nagyon jó fej volt a farkassal, azok érdeklődtek, azok... de azt mondom, van, aki azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, és nem akar vele semmit. Nagyon hülye ötletei vannak a rendezőknek? Igen, de tudnod kell nemet mondani. Tehát ha már akkor a sztár vagy, hogy azt tud mondani, hogy nem, ezt nem csináljuk meg, nem, hát ez most viccet félretéve. Tehát hogyha az állatnak a kapcsolatát, az embernek meg az állatnak a kapcsolatát rontja az a jelenet, amit neked csinálni kell, akkor arra nemet kell mondani. Vagy ha veszélyes a színészre, vagy bárkire a stábból, vagy az állatra, volt ilyen egyébként, akkor azt kell mondani, hogy nem. Csak ezt időbe kell mondani. Tehát hogyha megkapod a forgatókönyvet, és mindenre azt mondod, hogy hú, ez tökéletesen működik, és a nap végén ott állsz, hogy hát ezt nem tudjuk megcsinálni, egy ilyen nagyobb költségvetési akkor film, helyre teszed, hogy nem tudom kinek képzelni magát Mr. Spielberg, de de ezt nem csinálom. Egyébként, Jani, ez most komolyan ez, hogyha az állat kikerül a ketrecéből és megy a forgatás, akkor ott én vagyok a főnök. Tehát nem úgy van, hogy ott nekem dirigálnak. Tehát abban a pillanatban, hogy az állat kijött, és ez egy vadállat, akkor ott valami történik, akkor te leszel ott a bíróság előtt, és neked kell felelni. Veszélyt jelenthetnek egyébként a színészekre, vagy adott esetben rád ezek az állatok? Attól milyenkor? Függ, hogy mivel forgatunk, tehát mit tudom én, egy medve, lehet egy farkas is veszélyes, akár egy kis macska is lehet veszélyes, hogyha összekarmol. Tehát mit tudom én, itt volt 2001-ben forgatták itt a Spy Game, Kémjátszma. Igen. És ott a Brad Pitt nem vállalta be a jelenetet a kutyával, pedig nem lett volna olyan veszélyes. Na mit kell tanácsolni Bradnek hát egy kutyával? Egy roti ráront, és akkor ő leszereli ezt a kutyát, mert ő akkora kém, hogy ezt is tudja, hogy kell. De úgy volt vele, hogy most ő neki megsérült az arca véletlenül itt a játékba, vagy a hancúrozásba, akkor ez még a forgatás elején volt, akkor egész forgatás alatt neki... Te ilyenkor beszélsz a színésszel? Tehát oda küld a rendőr, hogy figyelj, nyugtasd meg! Marha jól elmondtuk, hogy mi a Brad Pitt-tel együtt forgattunk, de hát ez annyiból állt, hogy abban a filmben vittünk kutyát, amiben ő amiben forgatott. De nem találkoztunk vele. Figyelj, tiéd a kutya, te idomítottad, vagy tanítottad pontosabban, menj el, mondd el a színésznek, ne féljen, nem fogja bántani, beszéljetek meg, hogy mit kell, vagy egy közvetítő hát ezt van, jóval, akinek te elmondod. Van ilyen, hogy közvetítő van, ezeket utáljuk, mert nem fogod tudni tehát te nem tudod egészen a jelenet kezdetéig, vagy a végig, hogy na ez fog működni, vagy nem, mert nem ismered a színésznek a természetét. Tehát ahhoz jó lenne vele találkozni, tehát nagyon sokszor van az, hogyha vadállattal dolgozunk, akkor a színésszel napokon keresztül ismertetjük az állatokat, és a színésznek meg kell tanulni, hogy kell kommunikálni azzal az állattal. Itt most kint például láttátok, itt a folyosón mielőtt bejöttünk volna, hogyha odamész a farkashoz, és elindítasz egy mozdulatsort annak érdekében, hogy a végén megsimogass, de megakadsz, mert megijedsz tőle, hogy valami és nem fejezett be, akkor szkeptikus lesz az állat. És akkor nem tudja mire vélni, hogy na most mi van, most csak itt fölém hajoltál, akarsz tőlem valamit, vagy és ezt meg kell tanulnia a színésznek is. És ezt megtanulja, és tudja kezelni a jószágot, akkor tök jó dolgok sülhetnek ki belőle. Tehát igen, előre, napokkal előre megmutatjuk a színésznek az állatokat, és akkor attól függ persze, hogy most milyen jelenet van. Hogyha csak a távolból kell nézni az állatot, akkor azt tudja, és például szépen tudsz távolni. Nagyon jól néznek. És mit csinálsz akkor? Például 18 farkas, te látod a ketrecen kívül, mondjuk összeverekednek, neked holnap forgatásod van, és a 18 farkas magára talál, és mondjuk... Nézzétek meg a filmünket, és abba fogjátok látni. Csak kérdezem, van ilyen. Tehát ha ugye már egy mikor készülsz egy forgatásra, akkor már azt a falkát teszed össze, vagy úgy rakod össze a falkát, ahogy azt fogod használni a filmbe, és nézed, hogy viselkednek egymással. Neked észre kell venni azt például, hogyha egy domináns állatot kezd kihívni egy másik, és gyűjti az alattvalókat, hogy na legyőzzük az alfát, akkor neked ott közbe kell lépni. És akkor bemész a ketrecbe, ez azt jelenti? Hát ez kifutó, ahol én kifutó. Ezeket tartom, így van, aztán később ketrecbe szállítom őket, bemegyek én a ketrecbe is, meg a kifutóba is, hiszen én a falka fölött vagyok. Ha nem is vagyok egy igazi alfa, vagy egy nem én vagyok a falkának a vezére, de fölöttük állok mindenképpen, tehát az alfát én tudom koordinálni, de ettől én még nem veszem el az ő alfa szerepét. Mert ha így lenne, tehát ha én bemennék, és minden alkalom az alfa elveszteni a pozícióját, akkor minden alkalommal kinyírnák az alfát. De akkor neked tehát is oda kell figyelned folyamatosan arra, de én fölötte vagyok. Hogy a saját pozíciódat megtarts, nem? Így van, erre nagyon figyelni kell. Ez olyankor kerül veszélybe, amikor nem veszem észre, hogy az alfának gyengül a pozíciója, és valaki alulról a rangsorba jön fölfele,
és haverokat gyűjt maga köré, akikkel majd legyőzik az alfát. De hogy néz ki egy ilyen gyakorlatban, csak hogy konkrétumokat is mondjuk, állsz a kifutó előtt, és látod, hogy akkor kezdi elveszíteni alfa a tekintélyt. Most nyilván nem bemész csípőretett kézzel, azt mondod neki, mint egy... Melyik volt az? Melyik mancsod? Sima átlagos gazda a Margit szigeten, amikor a kutya nem tudom, csinál valami rosszat, és eljeljenek büntetés lesz a vége, tehát neked ott nyilván meg kell rendszabályoznod valamilyen szinten ezt az állatot. Bemész 18 farkas közé, és megmutatod, hogy ki a főnök a csapatban? Nem. Tehát ez a rendszabályozás, erre nagyon vigyázni kell, mert most ez félértheti, hanem megpróbálok, Nem, jó egyébként, tehát ezt a nézőnek tudni kell, vagy a hallgatónak tudni kell, hogy nem rendszabályozom, tehát jó a kérdés, nem megyek be egy durunggal és náspángolom el a fenekét a feltörekvő farkasnak, hanem vagy azt, vagy a társait, akik segítik ebben a törekvésében, kiszedem a falkából. Tehát kirakom egy pár napra, és ezzel gyengítem a pozícióját. Ha kiszedem a társait, akkor ő már nem lesz a nagy mellénye bent a kifutóban, és a régi alfa, vagy az eredeti alfa sokkal jobban le fogja tudni dominálni. Mondjuk én és aztán tőled. Egy idő után visszateszem a haverokat is, és hogyha ez nem ismétlődik meg, akkor tök jó, ha megismétlődik, akkor változtatnod kell a falka összetételén. Hát ez előfordul időnként. Mondjuk én láttam tőled egy olyan jelenetet, amikor azért nem volt ennyire egyszerű a helyzet, nem az volt, hogy kivetted a falkából azt a bizonyos farkast, ami a balhét csinálta, hanem ugye benn voltál a ketrecben mellette, egy ilyen átfutásos jelenetnél, hogy az egyik farkas lemaradt, és mire visszavitted, addigra elkezdett egy ilyen kis forradalom kialakulni a ketrecbe, és bementél, és ott azért te lenyomtad a földre azt a farkast, aki a balhét csinált, és közben meg a körülötted a többiek meg ott acsarkodtak azért. Ez nem volt egy ilyen kis ilyen helyzet, hogy jaj, nézd már Virág, de aranyos a bácsi, de szép fogai vannak azoknak a farkasoknak, mindjárt össze is számolom, vagy 80. Tehát, hogy azért a kívülálló számára ez egy nagyon veszélyes szituáció volt. Hát igen, de ez nekem a déli rutin. Tehát a napi rutin tulajdonképpen, hogy én bent vagyok közöttük, és ameddig én bízok bennük, és ez az egész kapcsolat azért egy ilyen bizalmi kapcsolat, ami egészen kiskorba kialakul, fel sem merül bennem, hogy az az acsarkodó ez esetleg rám fogna. Már csak azért sem, mert ha megnézed jól a jelenetet, akkor többször elmondom, hogy a vezérfarkas az hátul feküdt a ketrecbe, és ha valamelyik rám támadna a vezérfarkason kívül, ami nem fordulhat elő, akkor ő átlépné a vezérfarkasnak a státuszát, és ezért ő megbüntetné. Tehát neked csak attól kell félni, hogy a vezérkan jön neked, mert ha valaki más próbálkozik be veled, az büntetendő a vezérfarkas részéről. Uh-huh. És akkor már támadásban lenne. Tehát ezért nem jó az, hogy neked egy jó kapcsolatod van mondjuk a vezérkannal, mondjuk ennek az apja a Rufus, amelyik itt van bent a stúdióban. Ezzel nekem tök jó a kapcsolatom, 11 éves jószág, soha nem volt vele semmilyen konfliktusom. Tehát én igyekszem megőriztetni az ő pozícióját a falkában. Mert ha valaki átvenné mondjuk az ő pozícióját, akkor előfordulhatna, hogy az aztán az új falka velem, vagy az új alfa velem is bepróbálkozik. Tehát ezt kell nekem elkerülni, ezért megtartom mindig azokat. És ott már nem segít a zócsemege azért Balzsebben. Ez jó. Igen. Tehát a Balázs tépheti szét csak a szerződésemet, vele kell jobban lenne, a Ferivel nem. Így van, őt elküldetem. Igen. Egyébként azt mondják, hogy igen, hogy Ferinek is egyébként egész jól megy az alfa. Az alfát Feri is tudja koordinálni. Ennyi. Így van, ez Feri, a lényeg. Nálunk Feri az alfa híd. Sokszor érzed azt, hogy jobban megérted magad az állatokkal, mint az emberekkel? Jaj, és sokan megkérdezik, de nem. Nem? Mondjuk jobban tudom, hogy mit várhatok az állatoktól, mint az emberektől. Őszintén viszony, nem? Kiszámítható. Még az sem. Tehát azért vannak ott ilyen feltörekvők, és akkor azok a seggembe akarnak harapni, hogyha oda kerülnek. Vigyázok, hogy ne kerüljenek oda. Tehát nincs olyan, hogy ne szúrna hátba. Itt van 19-5 és az arcomban. Tehát ez egy olyan szukától ered, olyan farkas szukától, aki bepróbálkozott. Megvan egyébként, tehát jóba vagyunk, de vigyázni kell arra, hogy ne ül legyen a góri. És akkor ha haza mentél, akkor mit mondtál a feleségnek? Napi rutin. Ott és ömlött a vér a arcodba. Ott volt, láttam, hogy hozzátartozik. De hát ez ritkán fordul elő. De hát mondjuk több mint 20 évet csináljuk, ez azért óhatatlan, hogy valami történik. Ha más nem, akkor elessem a, mit tudom én, a kerítésbe. Vagy és mi van, ha a Brumi fog rád? Hát ott kísérülés nincs, tehát arra vigyázom. Párod is hasonlóan megszállott? Egyébként gondolom, ezt nagyon nem is lehet máshogy csinálni, nem? Tulajdonképpen ő az, akinek erről papírja van. A Dóri. Nekem nincs, mert én vendéglátós vagyok. Igazából, tehát hiába mondtam én a szüleimnek, hogy én farkast akarok, másfelé terelgettek annó. De hát a párom biológus, és
ő az, aki tulajdonképpen sokkal többet tud ezekről az állatokról. Meg hát el kell mondani, hogy egy csomó mindent ő nevel. Aztán én meg csak fényezem magam a végén. Ez menő, hogy ő csinálja. Így van, tehát egy sikeres férfi mögött ott van egy nő. Bizony. Valaki mögött több is. Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog. Akkor úgy kérdezem ezt az előbbi kérdésemet, hogy a rendezővel nehezebb, vagy az állattal nehezebb? És akkor ezt így lehet, hogy, hát hogy jobban érted. Hogy... Ugye az állatok is különbözőek, tehát mindegyiknek megvan a saját fizimiskája, meg a rendezők is különbözőek. Peter Weir-rel nagyon jó volt dolgozni. Tehát az odarendelt, kihívott, Bulgáriába forgott a film, kihívott, megnézette velem a jelenetet, teljesen átírtuk. 5 perc alatt nagyon jó fej volt, azt mondta, hogy ez így működik, és ez így valós, akkor csináljuk így, mert nem akar a valótlanságot mutatni a filmjébe. Ebbe volt egyébként az Ed Harris meg a Colin Farrell, ahol összefutottak egy falkával, akik éppen egy őzet zabáltak, és ezek a filmben az emberek már nem ettek egy hete, és akkor jól elzavarták a farkasokat. És itt azért tudod, a farkasnak egy kicsit vicsorítani kellett, de azért félni is, meg elszaladni, meg visszatörni. Ez összetett jelenet. És ez jó volt. Ő pedig úgy gondolta az elején, hogy a farka, vagy az emberek fognak meg egy őzet, aminek a realitása sokkal kisebb, és aztán majd a farkasok zavarják el őket, de miután a farkas fél a természetben az embertől, ennek tényleg nem volt semmiféle realitása, és ezt ő tök jól fogadta, és rögtön át is iratta a sztorit, úgyhogy vele nagyon jó volt dolgozni. Nézzük egy hét hallgatói kérdést, csak hogy azért őket se anyagoljuk el. Nehéz volt Leonardoval a Wall Street farkasával? Kérdezi valaki. Igen, Balázs, mindenféleképpen kérdeznek, hogy Charlie a majmot hogy sikerült úgy behidomítani neked, hogy lenyomja a Balázsot, kérdezi valaki. Mit jelent az, hogy nehéz jelent? Mondj nekem egy olyat, ami valójában nehéz volt. Tehát amire te is azt mondtad, hogy úristen, ez egy nehéz jelent. Ugye sokszor mondod, hogy előre meg kell tervezni, meg kell koreografálni egy jelenetet, amire mondjuk úgy emlékszel, hogy azt nehéz volt összetenni. Van, amikor az ember úgy gondolja, hogy hú, ez egy tök jó, könnyű jelenet lesz, mert ezt már csináltuk 1000-szer. Egy kicsit gyakorolni kell rá, de menni fog. Aztán vannak olyan jelenetek, amire úgy gondolod, hogy fú, ez baromi nehéz lesz, és az állat rögtön megcsinálja. Tehát ez mindig változó, de itt van például Grigor Attilának a Nyomozó című filmje, amit nagyon nehezen vállaltam el, mert teli voltunk akkor éppen munkával, és ott a farkasoknak szét kellett tépni. Ráadásul a saját helyükön. Tehát ott forgott nálunk a film, egy állatkertet csináltunk ott hirtelen a kifutóból, és ott részegen be kellett másznom éjszaka az esőbe a farkasok köz, és ezek ott megtámadnak és széttépnek, ez a sztori, amit az Attila úgy akart fölvenni, hogy vágás nélkül. Ami marha nehéz, mert azért dülöngélve mész be, teljesen másképp mozogsz az állatok között más napszakban, mint szoktál, és ezt lehet, hogy nem veszik jó néven. És ez ezzel nem jött össze, mert rámugrottak hárman, lecibáltak a földre, ott elkezdtek rángatni, de másik kettő meg játszott, meg pisít, meg ott végezte a dolgát, és nem volt hiteles. És ez egész éjszaka így ment. És ettől ki is borultam. De aztán volt egy pótforgatási nap, amit erre szenteltünk, és az nagyon jól sikerült, úgyhogy ha a filmet megnézik a kedves hallgatók, akkor abban látják, hogy ott igazán széttéptek az állatok. Na ez nehéz volt, pedig könnyűnek indult. De olyankor nehéz egyébként egy jelenet, amikor az állatokat úgy kell kezelni, hogy számukra az teljesen természetellenes. Mondok, ilyet volt olyan forgatás, ahol 4 pingvinnek kellett kijön egy hűtőszekrénybe, egy Lokoff felvételbe. Ez nem sokáig ez a reklám egyébként a 90-es évek végén, 2000-es évek elején. És hát ezeknek a pingvineknek egy egyenes úton kellett átmenni a kamera felé, és hát miért mennének oda ezek a Humboldt pingvinek, akik fokozottan védett állatok, és még ezt 2004 előtt forgattuk, amikor még egy olyan 12 órát álltak a határon, mert a vámosok nem tudták, mert hogy kell őket az elvámolni. Azt hittem, megvették az óriás plakátokat. Az is. Igen. A másik. Na és a lényeg az, hogy... A pingvinek munkáját elneved. Igen. Így van, hát holland pingvineket hoztunk. Na mindegy. Bevándoroltak ide, de a lényeg az, hogy úgy csináltuk ezt a jelenetet, hogy amikor kinyit a hűtőszekrény, akkor a kamera mellett megmozgattunk egy tükröt, ahol meglátták saját magukat, és ott vannak a kollégák, és szépen áttotyogtak a tükörhöz. Ott vannak a barátaim! Óriási! De hát körül ez így működött. És ez tényleg egy ilyen természetes motiváció, tehát ez a saját ötlete volt, hogy oda átmenjen. Tehát nem kellett rugdalni, nem kellett ostorozni. Csak egy tükör kellett. Így van, nem kellett jegesmedve. Mondjuk nem egy helyen élek, mert az egyik az Antarktiszon, másik az északi sarkon. Tehát tök mindegy. Egyébként különböző állatok játszottak ebbe a reklámba. Jegesmedve nem volt. Úgy, na, de nálunk úgy néz ki, hogy Zsula farka vezér, nézd meg.
Zoli, tehát egy, be, vagy csak a szabbia. Becucorodott a farkas a Zsül mellé, és ott van. Tehát őt kedveli a legjobban. Alszik már, mert innen nem is látok. Alszik, konkrétan. Ha bedobta a hunyó. Jó energiák vannak hát itt a stúdióban. Igen, Zsülnek már hiányzik a nagylábúja. De egyébként minden rendben. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Érdekes beszélgetés volt. Köszönjük szépen. 3:40 lesz pontosan. 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 múlt pontosan egy perccel. Nem sokára a Harley Fesztivál, úgyhogy ma is lehet nyerni 2 darab jegyet. Jön a kérdés. Jó. Ha és valaki... jön a Europe. Tessék? Mi jön? Csak a Europe. Engedd el, hagyja. Jön a kérdés, jön a Europe. Jön a kérdés, jön a Europe. Pénteken játszik a Europe talán, ugye? Uh-huh. És meet and greet party, lehet találkozni velük. Szombaton játszik a Europe és most. Meg lehet tőlük kérdezni, hogy a jó Istenben nem öregedtek. Igen. És hogy lehet megélni egy slágerből? Ja, ezt a kérdést nem fogják érteni. Erre a kérdésre nagyon mérgesek lesznek. Viszont most még csak ugye 2 darab jegyet lehet nyerni, csak idézőjelesen. A Meet and Greet-re pénteken lehet majd megnyerni a jegyeket, páros belépőt és Meet and Greet-et a Europe zenekarral. Most csak a pontos dátumát kellene elküldeni nekünk a Harley Fesztiválnak, vagyis a kérdés úgy szól, hogy mikor van egészen pontosan, mikor kezdődik és mikor van vége a Harley Fesztiválnak. 2 darab dátumot várunk. Hát ez nem nehéz. Most komolyan mondom. Jó, ez a kérdés, tehát mikor kezdődik, és mikor ér véget a Harley Fesztivál alsó őrsön. Ha valaki szeretne ma nyerni 2 darab jegyet, akkor küldje el nekünk a jó megoldást. Mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Korán reggel beszéltünk arról a leányzóról, akibe egy ellenőr belerugott, felrúgta, üldözőbe vette, minden esetre a lány elesett. És hát erről az esetről beszélgettünk, hogy jó, nem jó, milyen hülye az egész rendszer, kinek van igaza, miért blitzelnek ennyien, milyen jogai vannak egy ellenőrnek, és ki hogy látja ezt a dolgot, sokan sokféleképpen láttuk, és Szújó Zolival is beszéltünk, mert hogy Flávio Biattore kiadott egy listát, tulajdonképpen 10 pontban összeszedte, hogy mitől lehetne izgalmas újra a Forma 1. Megbeszéltük Szújó Zolival, hogy ő hogy látja ezt a listát, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Na már is hívjuk a Harley egy nyertesét, ha felveszi. Baj van? Igen, ma megyek orvoshoz megint. Halló, tessék. Hello, Jani, Csabi, Feri, Balázs, hello, Morning Show. Zoli vagyok. Szia. Zoli, jól értem? Igen, Zoli. Zoli, hello, jó reggelt, Zoli. Küldtél nekünk egy megoldást. A kérdés az volt, hogy mikor kezdődik és mikor van vége a Harley Fesztiválnak. Igen, június 10-től 14-ig. Ez az! Öcsém, te ott vagy. Szerdán indul. 2015-et kihagytam, bocsi. Na, az nagyon fontos. Ezért megcsófjuk. Igen. Zoli, van egy belépőjegyed, sőt, mint nem is egy, 2 belépőjegyed a Harley Fesztiválra. Szerdán mehettek, vasárnapig ott lehettek. Kivel mész? Oké, megyek is. Hát még nem tudom, melyik barátomat fogom elhívni. Aki ráér. Aki ráér. Koncertek, fellépők, Best of zenekar, Europe zenekar, tankcsapda, huligánsz, rengetegen lesznek, és ez a nagy buli. Rengeteg fellépővel. Rengeteg sztár vendéggel. Mindenféleképpen ott leszünk. Melyik nap tudtak menni? Csak hétvégén, vagy lementek már korábban? Hát, amikor a tankcsapda lesz, azt még nem is néztem meg, hogy melyik nap. Rá vagy gyógyulva, de nagyon helyes. Nagyon helyes, nagyon helyes. Na, meg az egyslágeres Európra is felbenézünk. Jó, van, terjed a kor. Helyes, jó kis Európ koncert is lesz. Zoli, gratulálunk, ügyes vagy, küldjük neked a jegyeket. Jó, érezzétek jól magatokat, köszi. Hello. Ciao, hello. Ti mikor játszotok? Ti vagytok a nyitó? Holnap este. Mindig miénk az első. Tudod, akkor még kevesen vannak veszélytelen, hogy mi játszunk, nem mennek haza. Ki lesz az nap a headliner? Ha, nem tudom. A nagyon nagy zenekar. Ilyenkor mindig csináljátok azt, hogyha ti vagytok az első. Nincs még, mi vagyunk, csak mi vagyunk. Ja. Mi vagyunk ilyenkor. Na, franc. De már az van a fesztivál? Vagy hogy zárt? Nem, ez még csak az építők. Ja, meg. Nem, a Feriékkel lövetik be mindig a cuccok. Így van, jó lesz, srácok, elég hangos, szevasztok. Jó, az. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Pénteken véradás, Ülői út 102, mindenki jöjjön, kösz. Morning show. Az bizony. Így van. Te jó vagy, te! Hello, srácok. Hello. R, így írtad alá. Ramos vagyok. Ramos, hello Ramos. Feri korán reggel elmesélte, hogy milyen jó a Velence és a Szabad strand, mert hogy... A nádas és a domb. A nádas és a domb, mennyi látnivaló van, ja, ott, igen. Ugye? Igen, és azt írta nekünk SMS-ben, ha a velencei nádas jó, akkor a Markos se lehet kutya. Ezt küldted nekünk. Picit fáradt volt, de szerettük, úgyhogy te vagy a nap hallgatója.
Jó. Köszönöm szépen. Rámosz, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Te mit csinálsz? Hol vagy? Te, én most elhelyett Szlovákiában vagyok, még megyek Magyarország fele visszafele, teherautóval, úgyhogy nyomom a munkát. Picit hengerfejesnek tűnik ez a teherautó. Jó munkát, Rámosz. Hát lejtőn vagyok, nem hengerfejes, ahogy sem ez, de lejtőn vagyok. Köszönöm kitartás, szépen. Jó utat, köszi, hogy írtál, ciao. Hello, hello, hello. Csabikám, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Milyen volt a tegnap? Hú, élményekkel teli. Ez jó szó, nem? Jó idő, balcsi. Jó eredeti. Képzeljétek el, ezt elmeséltem már tegnap is, de hát ha ezt nem hallottátok, mert ez már a kíványság műsorban volt. Én gyerekkoromban úszó voltam, és kétszer is átúztam a Balatont. Hosszában? Hát úgy még nem, keresztben. És azóta én nem voltam ennyire bent a Balaton vízén, mint tegnap. És teljesen és más egyébként. És visszajöttek a régi élmények? Nem. Félve tekingetél ki a partra. Ússzál, büdös kölyök! Hol van de, még a túlpart? Hogy amit látsz a Balatonon kívülről, és nagyon sokszor beszélgettünk, hogy én magam nem voltam eddig olyan nagyon nagy Balaton rajongó, de ez a tegnapi nap, ez így visszahozta nekem a balcsit. Bentről teljesen más. Tök szép volt. Mert volt idő nézegetni is, érted? És hát ami a lényeg, hogy olyan élményt szereztünk ott jó néhány száz embernek, akik hirtelen oda rohantak, és lehetőségük adódott, még elkaptunk egy iskolás csapatot is, akik egy másik hajóval szerettek volna Füredre menni, és ledubáltátok és mondtuk, hogy hát, jó. Gyerekek, hát van itt ingyen lehetőség is, ha gondoljátok, mert volt még egy pár hely kiadó, és akkor megoldotta a kapitányunk, nagyon jó fej volt, azt mondta, hogy jöhetnek bátran. És átvitték. De jó, simán. Hát, menő. Láttuk simán a boldog nyerteseket, akik nyertek ugye egy apartmant. Egy családi hétvégét ráadásul, tehát egy balatoni nyaralás, vitorlázással, mindennel, úgyhogy csodálatos volt. És ami a lényeg, amiért mi oda mentünk, ugye le kellett tesztelni azt, hogy ez a 4G menet közben hogy működik, hogy pont ugyanabban a minőségben és gyorsaság alatt, mintha itt ülnék. Akkor mindenki az boldog volt. Igen. Az csak jó. Az élmény volt egy kicsit. Ott azért 4G, itt meg a 3G. Ne, itt nincs 3G. Happy 3-an biztos. Remek zenét, Csabikám. És ráadásul hozok nektek a tegnapi napra visszatekintve egy kazincbarcikai fiatalembert, aki arról énekel, hogy ez mennyire ez az élet, ez maga a csoda, Deniszt hozom nektek. Jó? Mm-hmm. Ez megint nem a legfrissebbek közül, de én nagyon-nagyon szeretem ezt a Deniszt nevű fiatalembert. Nincs is más választásod. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00. Jó, ezért jó reggeli műsort csinálni, mert itt van. Csabikám, nagy kalapa neked. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.